ascension accelerators. Status confirmed. Checking gravity ground controls. Status confirmed. Sequence initialized. 3, 2, 1, 0. Rampage mode activated. We'll be right back.
Attention accelerators. Status confirmed. Checking gravity ground controls. Status confirmed. Sequence initialized. 3, 2, 1, 0. Rampage mode activated. Sziasztok, kedves semleges térfélnézők! A hétfő este, akkor a megszokott forduló kibeszélő, amelyben a magyar labdarúgás aktuális eseményeit tárgyaljuk, és ezúttal is szeretném üdvözölni kedves beszélgető partnereimet, Emőti Zoltán, amigélekén.hu. Pajrá, Diózsa, gyerekek, szevasztok! Kollárik József, Balaganjó blog. Sziasztok, jó estét, hajrá, Fradi! Fürjes Szabolcs, Újpest 1885. Sziasztok, hajrá Lilák! Lilákat mondtam, nem klubot. Bődi Balázs, Lokomotív blog. Jó estét mindenkinek, hajrá Loki! Ember Norbert, VTTV. Sziasztok, hajrá Videóton! Nagy Domonkos, Eto blog, illetve Galéri alapján 98-as jugoszláv labdarúgó válogatott részéről. Szia Domi! Sziasztok, hajrá Eto! És én pedig Zöld Ádám vagyok, és még mindig a Nyíregyházát képviselem. Hát azt javaslom, kedves szurkolótársak, hogy csapjunk is bele, hogy ma ugyanis lesz szó mindenről. NB1, NB2, Magyar Kupa, és minden, ami aktuális. És hát szépen kronológiai sorrendben haladva tartjuk a jó szokásunkat, kezdjük az NB2-vel, de általában a lokisták mindig késnek, úgyhogy szépen belevágunk az én, illetve a Domi által érdekelt mérkőzésbe, és én baromi jó házigazda vagyok. Úgyhogy átadom Dominak a kezdeményezést, hogy mesélje el a tapasztalatait a hétvégi Nyíregyháza Eto FC Győr, VKV Eto FC Győr 1-0-ás hazai győzelem után, hogy ő hogyan látta a mérkőzést. Domi, hallgatunk! Hello mindenki! Ugye érdekes lesz, hogy majd ki mit látott. Nem akarom lelőni a poént, de tudom, hogy az Ádám az nem élőben látta. Tehát én szenvedtem élőben, ő csak később nézte meg. Addigra lehet, hogy főszáradt. Tehát amikor ő látta ezt a meccset, addigra már lehet, hogy újra megszáradt a pálya. Ugye az az egész meccs az azért volt érdekes, mert a felvezetésében már a nagyon kis korrekt volt a helyi streames speaker csávó, úgyhogy innen is lengetem a kalapomat, mert egyrészt mert következetesen Etónak hívta az Etót, és nem Győrnek, ami igazán derék dolog. Másrészt meg mondta, hogy itt 20 perc, tehát itt 20 percnyi idő van arra, hogy itt a csapatok futballozzanak. Mert onnantól kezdve a pálya alkalmatlan lesz a normál labdarúgásra, és egyébként, hogyha valaki figyelte a képet, akkor teljesen igazat kell adni neki, mert így a zöld, az eleve világos zöld, vagy nem tudom milyen zöld szín, az így kezdett barnulni. És ugye azok a részek, tehát különböző módon barnult a pálya, tehát lehetett látni, hogy hol folyik a játék, és egyébként szerintem ez egy elég árulkodó is volt, hogy hol barnult a pálya, és egyébként az egész, tehát úgy nagyjából ítéletet is mondott a csapatoknak a kreativitásáról, hogy elég kevés helyen volt barna, és elég sok helyen maradt a zöld. Egyébként ezt, hogy 20 perc idő van a futballra, ezt valamilyen módon úgy láttam, hogy egyébként az Eto is, pontosan az Eto szakmai stábja is valószínűleg tudta, és így készült, mert ilyen meglepően vehemensen vetette magát a
csatába kis csapatunk, amelyik egyébként hozta a szokásos fix felállását, tehát megint nem nagyon rotált a mester, ahogy szokott. Egyetlen egy érdekes húzása volt, ami olyan szempontból nem volt érdekes, hogy a nagyot nem változtatott, tehát a stratégia az maradt, ez a 4-2-3-1, által mindig ezt játsszuk. Most megnéztem egyébként az Instaton, hogy ez valami slágerforma, mert egyébként a Nyíregyháza is 4-2-3-1-jel kezdett, és így is fejezte be, tehát a meccs közben sem volt nagyon váltogatás. Szóval annyi volt a nagy novuma az Eto esetében, hogy a Rizskin mögötti hármasba jobb oldalra berakott a Csató egy olyan focistát, amikor először én néztem az adatbankon a felállásokat, akkor ezt utána kellett járnom, hogy ez kicsoda. Hanzli Péternek hívták a fiatalembert, 18 éves, és valóban, tehát először, mert volt már rá példa, hogy egyszer tehát valahol nagyon mellé ütötte a Sporia az MLS adatbankot, és valami olyan nevet írt be, amit nem tudom honnan vett, és nem volt létező figura, de ez lehetett sejteni, hogy ez egy létező figura, ez is egy, valószínűleg annak a stratégiának a részeként került a csapathoz ez a srác, akik ugye az IFI BL kapcsán is igazolgattunk, tehát akadémiára is voltak igazolások. Azt néztem meg, hogy egyébként a Fejér megyében van Baracska, tehát a Fejér megyei ligában voltak neki felnőtt meccsei, egyébként a Phoenix Gold nevelés, de most jött össze. És egyébként nem akarok itt spoilerezni, de a gyerek meglepően jól mozgott, tehát nagyon ügyes volt, ilyen kis energikus, minden, csak hát azért mégiscsak nem lehet azt elvárni, hogy ő váltsa meg a világot. Na mindegy, azért belevetettük magunkat rendesen a játékba, és voltak is sanszok ott az elején. Tehát láthatóan készültünk arra, hogy gyorsan, tehát valahogy gólt kéne rúgni az első 20 percben, mert utána esélyünk nem lesz. Mert látszott, hogy tehát ugye mindig azt szokták mondani, hogy ha van egy ilyen fostalicska pálya, akkor az mind a két csapat számára ugyanaz a pálya. Tehát nem lehet valakinek előnye, de nekem meggyőződésem, hogy azért ott a sparisok jobban ismerik ezt a pályát nyilván, tehát azért nem teljesen egyformák az esélyek ilyenkor, mert mi ettől függetlenül megpróbáltunk ilyen rövid passzos, meg ilyen kicsit ilyen, tehát földön játszani, ami ez teljesen alkalmatlan volt ez a csatatér, tehát nem egy ilyen Dorog-Fradi kupameccses körülményeket kell elképzelni, csak pont arra volt jó, hogy én ugye jó 30 évvel ezelőtt még ilyen megye kettőbe lengettem sokat, tehát körülbelül azok az idők köszöntek vissza egy-két falusi pályát láttam viszont, és ez nem bántásként mondom, hanem csak tény megállapítás. Na szóval az a lényeg, hogy nem sikerült gólt rúgni, aztán kicsit úgy valószínűleg egyébként el is fáradtak ebbe a nagy rohangálásba a srácok, úgyhogy így belaposodott az egész játék, aztán ugye Nyíregyházának is voltak sanszai, így próbálkozott itt és akkor így ilyen 0-0-al vonultunk pihenőre, és akkor jött a második fél idő, amikor meg is ismét megemlítette a műsorvezető kollega, hogy most ugye nem lehet eldönteni, mert valamilyen oknál fogva azért a 2-16-os nem ugyanúgy nézett ki a második fél időre. Tehát amerre az Eto támadott, az volt tehát amerre mi támadtunk a második fél időbe, az volt a trágyább rész. És ugye azt mondta, hogy nem tudja eldönteni, hogy most mi a jobb, hogy a támadó csapatnak kell egy... Tehát, hogy a védekező csapatnak jó az, hogy a támadó csapat ilyen trágyába kell, hogy támadjon, vagy nekünk jó, mert hogy viszonylag jó körülmények között tud a kapus meg a védősereg játszogatni. Hát kiderült, hogy hát inkább nekünk volt ez rossz, mert a második fél időben nagyon gyorsan gólt rúgott a Nyíregyháza, és egy meglepően... Tehát egy ilyen szépen végigvitt kontra támadás volt, amit azért azt kell, hogy mondjam, hogyha ott az utolsó előtti passznál a kapus, és megint a kapusra fogom kiegyezni ezt történetet, tehát hogyha ott nem így indul ki, és nem arról volt szó, hogy beragadt a sárba, mert hogyha azt mondom, hogy van egy hosszú indítás, nagyjából 16-os vonala kicsit bejebb, és ő eldöntötte látható, hogy ki fog jönni, de nem ért oda előbb, és akkor innentől kezdve már egy ilyen cica-egér játék volt ugye a támadóval, aztán az meg simán begurított a középre, és ugye a kapu előtt tök egyelőd álló
Gresó nevű fiatalember ezt kegyetlenül kihasználta. Nekem onnantól kezdve volt az az érzésem, hogy hát itt már nem lesz semmi. Tehát, hogy ezt a meccset így konkrétan így a 52. vagy 53. percben kaptuk ezt a gólt, hogy ezt a meccset szerintem itt ebben a pillanatban vesztettük el, mert hogy innen mi... Én ugye azt tippeltem itt a saját felületemben, hogy 2-1-re fogunk nyerni, amit arra alapoztam, hogy egy gólokat szoktunk kapni, Nyíregyházán meg szoktunk nyerni, hát ebből egyértelműen következik, hogy ez 2-1 ide. De akkor azért, mert ugye nagyjából egy óra játék után azt láttam, hogy mi itt 2-t nem fogunk rúgni. Nem fogunk rúgni, mert az is látszott, hogy ugye még arra abba bíztam, hogy majd valaki ott elesik ott a sárba, és akkor megkegyelmez a Spori, de hát egyébként esély sem volt, tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán volt egy ilyen kétes szituáció, hogy bármit, ez semmi nem volt, tehát gyakorlatilag a 16-oson belül nem is nagyon jártunk, maximum a szögleteknél. Úgyhogy ez az esély elment, mert próbálkoztak a fiatal emberek rendesen, különösebb elképzelés nélkül. Érdekes volt egyébként, mert utána nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Csató mit fog mondani, és ami az én szempontomból különösen érdekes volt, hogy nyilván azt mondta, hogy nem erre készültünk, meg hogy ő is magyarázta, hogy az elejét azt megnyomtuk tudatosan, de az volt az érdekes, hogy ugye az előző fordulóban a Dorog meccs után ott nagyon kiakadt, hogy az első két meccsen ilyen teljesen szétesett volt a társaság, és hogy ehhez képest előre léptünk. Na most nyilván ő jobban ért ez az egészhez, mint én, de azért ezt innen is üzenem neki, hogy szurkolóként én ezt nem így látom. Tehát igazából azt, amit a múltkor lehordta őket, az szerintem az sem volt igaz, tehát túlságosan lehet, hogy ebből valami pszichológia vagy pedagógia volt. Tehát szerintem az azért volt igazságtalan, mert annyira nem voltak szarok, meg annyira nem volt az egész rossz, mint ahogy most ez a mostani meccs meg annyival nem volt jobb. Tehát szerintem nagyjából egyébként ugyanez volt ez a két meccs. Tehát inkább azt mondom, hogy toporgás van most már egész tavasszal. Tehát a Pécs elleni első meccsünk óta ugye háromszor játszottunk, abból van 2-0-1-ünk, meg van 1-1-ünk. Úgyhogy tehát a tavasz, vagy az őszi szezon végéhez képest kétségtelen, hogy most egy vissza esés van. De itt a tavaszi szezonnak a mozgása az egyáltalán nem ilyen hektikus, szerintem kiegyensúlyozottan szarok vagyunk. És azon is itt vitatkoztam egyébként a Dorog meccsen, én akkor azt mondtam, hogy, és ezt tartom most is, meg most is azt mondom, hogy tehát a küzdéssel, meg az akarással nem volt baj. Ugye én azért azt mondom, hogy az nem egy novum. Tehát, hogyha egy futballcsapat nem küzd, meg nem akar, akkor mi a tökömről beszélünk. Tehát, hogy ezért én nem dicsérem meg őket, ez csak egy ilyen tény megállapítás. Itt ezzel kapcsolatosan is voltak, akiknek más volt a véleménye, az alpolgármester úr is írta, hogy szerinte ez lószar. Én mondtam, hogy ezért szép a foci, mert szerintem nem. Hát, tehát ugye azért akarással nincs gond. Hát nyilván itt egy kicsit rá van húzva az egész, hogy most nincs akkora barátság, tehát nem lehet. Tehát én is azt mondom, hogy ezt a teljesítményt dicsérni azért túlzás lenne. Úgyhogy most itt szépen lassan kicsúsztunk a első tízből, úgyhogy azért tettünk is érte, úgyhogy nem tudom, hogy mi jön most, ugye nekünk most a Dearc fog következni itthon. Tehát hogyha van, és most nem lenézve senkit meg előre, mert ebbe a ligában nem lehet egyszerűen senkit se leírni, meg lenézni. De most tényleg kevés ideálisabb ellenfél jöhet, mint most a Dearc. Erre mondta valaki, tehát itt folytatom a történetet, hogy erre mondta valaki, hogy de bezzeg, most a Dearc felszálló ágba került. Fel van támadva. Igen, fel van támadva. Mondani. Úgyhogy én azt mondom, hogy még mindig jobb, hogy most támad fel a hétvégén, mint majd a jövő héten támadna fel, úgyhogy szerintem én meg azt mondom, hogy most ők kicsit azt hiszik, hogy ők a legjobbak, úgyhogy azért bizakodó vagyok. Ami szomorú, hogy most Priskin is egy kicsit ugye elvesztett a góllövő cipőjét, nem igazán kap segítséget, tehát azért ebbe a 4-2-3-1-ből most nagyon messze volt a 3-1-től, meg azokat a picibe játékokat, amit vele meg lehet csinálni, azért ebbe a
ebbe a sárban nehéz volt. Ami problémásabb, hogy egy kicsit, ugye látszik, hogy a Tamáson még azt látom, hogy azért ilyenkor kicsit így befeszül, és kicsit ilyenkor hiányolom tőle az alázatot, mert azért ő se tett meg annyit azért, hogy itt a különösebb helyzetbe kerüljön. Második félidőnek a közepén lehet, hogy Ádám emlékszel, volt, amikor hosszasan feküdt ott a sárba. Egy valami ütközés volt, aztán fel volt háborodva, hogy mi van. Becsúszó szerelés volt. Valami becsúszó, tehát tiszta szerelés volt. De egy kicsit belesérült. Egy kicsit belesérült, de ott is a saját hülyesége volt, ami miatt oda ment egy ilyen szituációba. Egyébként a bíróra visszatérve még annyi, hogy az volt még érdekes, hogy egyébként a spari játékosok azok körülbelül ilyen 8-szor próbáltak ki ezezés miatt. Vagy 11-est, vagy valamit, tehát ugye ebbe a trutymóba meglövik, főpattan ezerre, tehát én voltam bíró, mert tudom, hogy voltak most más a hozzáállás, más a szabály, tehát én ettől az agyamat eldobom, hogy már az összes ilyen 2 méterről meglőttre, meg mindenre, már minden, tehát már tudom, hogy most könnyebb szívvel fújják be, de hogy a gyakorlatilag a támadó sor is erre van beállva, vagy állandóan tüvöltözze a hencet, úgyhogy most nem tudom, egyébként a szurkolókán is láttam, hogy most megint ugye nincs siker, még pici se, úgyhogy most megint elkezdődtek ezek a hogy minden szar, tehát tehát az alapoktól kezdve mindent fel kéne a pályát szántani, meg sóval bevetni, meg nem tudom micsoda. És sok olyan kritika is jön, amit én egy évvel ezelőtt még teljesen érthetőnek tartottam volna, most a vírus előtti időszakra gondolok, amikor Elemér átvette a szakmai irányítást, és gyakorlatilag csak szívtunk. És ugye a téli időszakban megvásároltunk 8 ilyen kivéhet játékost. Most azt kell látni, hogy ez a stratégia most arról szól, hogy sok fiatalt játszatnak. Mondjuk megnéztem egyébként, tehát egy kicsit ellentmond ennek az, hogy konkrétan mondjuk a tegnapi meccsnek a kezdőjének az átlag életkor az majdnem 27 volt. Tehát azért ez sok. És nem csak úgy, hogy mondjuk nyilván a Liptáknak a 36, meg a Priskinnek a 34, ugye húzza rendesen föl, meg a Fejes is 32, de sok a 20, tehát a Kismáté, az Egerszegi, ugye az Egerszegi most kezdő volt, sok sót nem evett meg, ott valakit ezt a Hamed gyereket, ugye az megsérült, nem tudom, majd lehet, hogy az Ádám fog róla beszélni, azt konkrétan azt az Egerszegi ezt elég szépen elintézte, tehát egy ilyen kicsit ilyen alattomos falt volt, úgyhogy így a, tehát most nem feltétlenül ezek a nagyon fiatal srácok játszottak. Ami még érdekes volt, hogy nekem nagy kedvencem idézőesen a Vári Barnabás, aki most ugye padon szokott kezdeni. Most becserélték, és most nem úgy cserélték be, hogy hú, most itt a Maranit húztunk, tehát gyakorlatilag posztra cseréltek, a Kovács Krisztián a jobb back, és ugye őt lehozta az 50x. percbe, és berakta helyette a Várit, aki most egyébként látványosan nem hibázott a meccsen. De igazából számomra érthetetlen volt, mert sem, tehát, ha nem tudok róla, tehát max volt valami kisebb sérülés a Kovácsnak, tehát teljesen indokolatlan volt oda most csak azért hozni. Plusz az, hogy nekem a csengőfrász hozta rám, amikor megláttam, hogy be fog állni ebbe a sáros izébe, tehát eleve egy bizonytalansági faktor, és ebbe a csúszkálósban még a Vár is beállt, úgyhogy, de mondom most, hogy legyen pozitív, és azért nem játszott annyira rosszul, tehát nem lógott ki abszolút. Csak hát ugye akkor már építkezni kellett volna. Abban meg ő, tehát hogyha másért nem, azért volt baromság ez a csere, mert fölfele azért a Kovács Krisztián azt tud segíteni, a Vári az nem. Úgyhogy ez egy teljesen megérdemelt vereség volt, azt kell, hogy mondjam így összességében, és ugye megint megdőlt egy olyan legenda, hogy mi Nyíregyházán nem tudunk kikapni, úgyhogy ez is ilyen szomorkás. Ismét csak jó házigazda leszek, mert ha jól emlékszek, még a beszélgetésünk elején Zoli szeretett volna valamit hozzászólni a meccshez, vagy a témához, már nem aktuális. Már nem aktuális. Hála az égnek, Zoli. Hála az égnek. Rendben. Viszont bocsánat, de láttam, hogy itt igen. Volt egy kérdés közben, hogy a Meyer Milánról mit gondolok. Én a Meyer Milánt nagyon jó focistának tartom egyébként. Most ez a meccs pont nem arról szólt, hogy jól játszott, de mondjuk itt senki se volt jó. Tehát én azt mondom, hogy ezen a meccsen ez a Hanzli Pétert én kiemelném, meg a Kismáté volt még olyan, aki próbálkozott a játékkal. Az ő
fociában egyébként azt hiányoltam, hogy azért egy ilyen pályán én azért próbáltam volna átlövésekkel is. Ha már oda nem tudunk, ott beragadunk ott a sárba, akkor lövöldözünk, de gyakorlatilag nulla átlövés volt, úgyhogy a kis Máté mondjuk azt megtehette volna, hogy próbálkozik. Mondom, a Mayer Milan ez jó, tehát én a honvédosok helyébe gondolkodnék abba, hogy őt, ugye ő kölcsönjátékos a honvéd volt, tehát szerintem tehát én nem nagyon látok honvéd meccseket, de valószínűleg nem lógnak ki most a honvédból se. Tehát ügyes, kreatív, gyors. Úgyhogy hát ugye azt mondtuk is, hogy a legtöbb, azt hiszem az egész ligában, vagy nem tudom, hogy az egész ligában, de hogy az Etónál biztosan, de talán az egész ligában neki van a legtöbb csele. A sikeres csele. Azt hiszem, mert van egy ilyen statisztika. Köszönjük szépen. Akkor engedelmeddel én is kicsit reflektálnék a mérkőzésre. Én megmondom őszintén, ilyenkor jó magyar szokásunkhoz, hogyha nyerünk, akkor tényleg az ember az egekben van, majd erről szerintem Zoli fog tudni részletesebben beszélni, illetve hogyha veszít a csapata, a kedvelt csapata, akkor az ember azért igencsak megviseli. Hát én is így vagyok vele. Egyébként, hogy Domit egy picit vigasztaljam, bár nem célom, szerintem nem volt ez rossz ez az Eto'o. Amennyire én ismerem magát az Eto'ónak a labdarúgását, illetve az utánpótlását, én is nagyon meglepődtem, mikor a 2002-es születésű Hazli Pétert láttam. Hát, hogy így szerintem leírja magát a fiatalember, tényleg ez a klasszikus ilyen 1,65, max. 70 magas vasággyal 40 kiló, de tök bátran cselezett a srác, belement mindenbe, nem féltette magát, tehát tényleg az a klasszikus kis tényleg, hogyha kis izmot szerezne magára, akkor egy baromi jó szélső lenne, én azt gondolom, és van benne potenciál, tényleg tök bátran meghúzta a cseleket, és az elején azért voltak helyzetei, azt hiszem, és úgy is kezdődött a mérkőzés, az első 20 percben abszolút az Eto'o dominált. Tehát, hogyha nem is azt mondom, hogy zicserek, de azért a fagyos kapusunkat elég rendesen próbára tették az Eto'o játékosai. Viszont érdekes mondani, hogy például azt hiszem, hogy nem is nagyon a Priskin. Tehát kifejezetten ilyen oldalról belőtt labdák voltak, tehát hogy a Domi is mondta, hogy a Priskin az baromira szenvedett. De egyébként mi is ugyanezt a 4-2-3-1-et választottuk, klasszikus két szűrővel, én is meg szoktam nézni utána a mérkőzés követően az edzői nyilatkozatokat, és Domi mondta, hogy nem nagyon értett vele egyet. Én kicsit hasonlóan látom egyébként, mint a Csató, de megmondom őszintén, hogy én is szoktam vezetni a magam kis statisztikáit, illetve magát a mérkőzést is szoktam a magam szintjén értékelni. Hát én egy közepes iramú mérkőzésnek gondoltam ezt a találkozót. Helyzetek voltak egyébként, viszont akármilyen furcsán is hangzik, mindezek ellenére, ha jól számoltam, akkor 35 lövés volt a mérkőzésen, ilyen fele-fele arányba körülbelül, ennek körülbelül fele kaput is talált egyébként, kisebb-nagyobb helyzetek voltak, tehát nem volt annyira szórakoztató mérkőzés bizonyos szempontból, ezt nem tudjuk most eldönteni, azt gondolom, hogy ez a pályarovására fogható, vagy ennyit tudnak a csapatok. Mert egyébként mi is nagyon megilletődötten kezdtük, tehát ugyanazt a stratégiát alkalmazta az Eto'o ellenünk, mint mi egy héttel korábban a Deac ellen. Tehát az abszolút letámadásra, magas pressingre, feltolt védelemre, és ezt mi nagyon zokon is vettük. Tehát egyszerűen, ha tényleg az elején kapunk 2-3 gólt, akkor egy büdös szavunk nem lehetett volna. De talán itt van az Eto'onál az, hogy egy nagyon-nagyon érdekes csapat olyan szempontból, hogy nagyon fiatalok, és most bocsánat a kifejezésért, igencsak kiöregedőben lévő játékosok alkotják a keretet. De ilyen szempontból tényleg egy nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy emiatt egy ilyen két arcú az Eto'o, mert ez benne van a pakliban. Az utánpótlás szerintem egyébként Győrben nincs rossz kézben. Én megmondom őszintén, az első félidő játékát nézve ezerszer több tudatosságot láttam ebben az Eto'oban, mint ebben a Nyíregyházában. És ezt ki kell mondani, ez a mi szégyenünk. Tehát szokták mondani, hogy nem kell megmagyarázni győzelmet, azért érdemes megnézni magát a mérkőzést. Szerintem nem volt rosszabb, mint akár egy, hát most melyik mérkőzést mondjam az NB1-ből, mindegy, tehát nem volt rosszabb, mint bármelyik NB1-es meccs. Az tény, hogy a pálya az borzalmas. Amikor én fiatal voltam és ilyen pályán játszottunk, akkor azt általában úgy javították a helyzet, hogy fél időben jött a kis, hát nem is tudom, kis szertáros bácsi, és megküldte homokkal a 16-ost, vagy rosszabb esetben, amikor én voltam fiatal, akkor még fűrészporral. Tehát itt tudták egyébként kicsit feljavítani a pálya állagát, hát hála az égnek erre nem került sor. Ennek ellenére köpedelem volt tényleg a pálya, és tényleg, ha visszaemlékeztek a korábbi műsorokban, én ezt már mondtam, hogy a mi pályánk az 30 percig használható. Tehát aki futballozni akar, az 30 percig tud játszani, onnantól fogva a zajmikrofonban is behallatszik ezek a csúszkáló hangok, és
mindenképpen nagyon megmosolyogtató. Mikor volt egyébként a gyep utoljára cserélve? Szerintem évek óta nem volt. Azt hittem, azt mondod, hogy évtizedek óta. Nem, nem, évtizedek óta nem, szerintem nem akarok hülyeséget. Hát az a klasszikus sportban javítjuk, 16-osnál pláne. Mert én emlékszem, amikor még mi ott játszottunk nemzetközi meccseket, akkor nem volt vele gond ilyen 2012-13 tájékán. Gyanús, hogy az akkor volt még friss. És még szerintem most még lehet azt, hogy cekket piáltátok. Igen. Mindegy, hát most valószínűleg szokták mondani, hogy arra a házra már nem költünk, amely nem fogjuk kifesteni, amit már eladni készülünk. Hát ugye bár nyáron elvileg indul a stadion felújítás, és a pálya is valamennyire költözni fog, tehát valószínűleg mi ez a pálya, az már nem fogunk nyúlni, úgyhogy de egyébként nagyon aranyos volt, Domi rámért a meccs után, hogy gratulál a győzelemhez, és így feltette kérdésnek a végén, hogy, hogy nem a pálya a titkos fegyverünk, hát valamennyire igen, de az a baj, hogy mi se tudjuk kihasználni, mi se tudunk rajta játszani. De visszatérve a mérkőzéshez, körülbelül a 30. perc kellett ahhoz, hogy a, vagy a 30. percig kellett eljutni ahhoz, hogy egy kapura lövésünk legyen. Viszont akkor azt mondom, hogy a Gundel Takács olyat védett, hogy az ihaj volt. Tehát az egy olyan védés volt a Hamed esetében, hogy, hogy az, az tényleg egy megsüvegelendő dolog volt, de egyébként az első fél időben, mondom, inkább etófölény volt, viszont a másodikban látványosan elfogytak, hogy most ez a kondi miatt, vagy hogy jobban megviselt őket a pálya, vagy azért meg kicsit fiatalosabb a csapat, ezt nem tudom eldönteni. A mi játékos keretünk azért picit rutinosabb, a kezdő meg pláne az volt, azért sok NB1-es, NB2-es játékosunk volt, és ahogy mondtam, tehát mi meg tudatosan, tehát ami picit olyan, nekem ilyen kicsit ilyen szekunder szégyen érzett, hogy mi hazai pályán kontrán rendeződtünk be. Tehát annyira látványosan kontrajátékot próbáltunk játszani, hogy az borzalmas volt. Tehát ez a klasszikus, hogy előre vágtuk a csatárnak, csak a csatár nem tudta éppen a szélsőknek lekészíteni. Tehát borzalmas volt. A második fél időben meg kihasználtuk azt, hogy, hogy Csató szerintem egy baromi egyszerű taktikát alkalmaz olyan szempontból, a szöglet van, vagy a pontrugás, Lipták Temesvári takarodó fel, ógyátok meg, csak egy baj van, kurva nagy a rés hátul, és nincs senki. És mi ebből szereztük a vezető gólt, hogy a legnagyobb, vagy a legközelebb, vagy a komplet védelem felragadt, körülbelül a félpályán védekeztek, és ahogy Domi említette, érdekes volt maga a gól olyan szempontból, hogy vajon indokolatlan volt-e a Gundel Takács kijövetele. Ez egy nagyon jó kérdés, mert jött egyébként ott egy, hát egy nem védő, de valószínűleg az utolsó ember, és ilyen szempontból a Paku már, aki szintén győri nevelés, a Paku Roland, illetve Gyirmóton is játszott, a kivetődő kapus mellett már igazából elhúzta, és az volt a kurva nagy mázli, hogy, hogy egy tökéles szögből, vagy szokták mondani cimbalom szögből, nem rúgta rá, nem bepasszolt a közép, és pont arra sétált a Gresó Mátyás, és csak bepasszolt a 2 méterről. Tehát igazából ennyi volt maga a helyzet. Nem biztos tényleg, hogy indokolt volt-e a kijövetel a Gundel Takács részéről, de hát ezt most valamennyire foghatjuk az ő rutintalanságára. De nem tudom, az, bocs, csak annyi volt az érdekes, hogy utána a testbeszéd, hogy ugye a Fejes volt ott a szélső védő, hát az és, amikor ugye benn volt a gól, akkor én azt láttam, hogy a Fejes az előrefele vitatkozik, tehát a kapussal nem vitatkozott senki egyébként, hanem valószínűleg, hogy hogy a tökönbe engedtétek át gyakorlatilag a középpályán ilyen simán őket. Hát azt hiszem, hogy nem akarok hírségedni, 3-2 bevezettük. Tehát ahogy igen, megkaptuk a labdát, tehát valószínűleg tudatosan készültünk ki védekezni, mert amúgy a védekezésünk nem rossz, és 3-2 rohantuk le hát, ahol egy az etó védelmét. Hát az, hogy most csúnya szóval élve a Fejes mit magyarázott, az a baj, hogy a mérkőzést ott túrtuk el, hogy, hogy a Fejes András, mint balbek, tehát nem megbántva, NB1-ben se volt soha egy szélvész léptű, de ez a srác az egy-egyben olyan szinten verhető volt egy ilyen mély talajon, tehát egy ilyen 1.85-1.88 magas balbeket képzeljetek el. Tehát aki már 32-3 éves, nem bántva őt természetesen, de baromira nem az az alkat. És emlékszek, hogy a videótonnál is rendszeresen játszott a srác, meg Pakson, meg főleg középső hátvédet. És a Csató kirakta szélre, és ott szembesült egy Kalocsai László nevezetű 2000-es születésű, vagy 2001-es születésű, 1.70 magas piszokgyors kölyökkel. Tehát akkor gondolhatjátok, hogy ez milyen versenyt eredményezett, hát futásban abszolút egyértelmű volt, csak mi voltunk idézőjelben hülyék, mert rohadtul nem használtuk ezt ki. Tehát ez volt a durva az egészben, mert egy-egyben a srác az csak le kellett volna futnia, csak még rutintalan. Tehát még annyiban jobb a Fejesnek a helyzet, hogy rutinból megoldja ezeket helyezkedéssel.
Tehát érdekes volt maga a felállás. Amit te is említettél, Domi, ez a Kovács Krisztián Vári Barnabás csere, az megint egy abszolút logikátlan volt, hiszen nekünk, ha egy valamit tudni kell, annyira egyre, hogy a szélsők gyorsak. Az, hogy beadni, lőni nem tudnak, az egy dolog, de gyorsak. Tehát igazából ilyen szempontból a Kovács Krisztián, aki szerintem a Hanslival baromi jól megértette egymást, és látszik, hogy ő azért együtt palérozottak az utánpótlás, hogy őt kivenni, és így több mint fél óráig egy Vári Barnát berakni, nem tudom. Nem tudom. Tehát én is azt mondom, hogy vagy volt van sérülés, vagy valami, nem beszéltek róla egyébként, de én megmondom őszintén, szerintem nem volt, mert ahogy lement nem. A Kovács Krisztián, így gyakorlatilag lefutott. Tehát, hogy így akkor gyorsan cseréljünk, hogy most ez taktika vagy valami, nem tudom. Az viszont tényleg látványosan látszott, hogy a Priskin nagyon szenvedett elől, bár megmondom őszintén, én sem szoktam sűrűn etómeccseket nézni, a Berki az olyan, mintha pályán se lett volna, tehát szintén nem megbántva őt. Máskor egyébként így látszik, hogy ő szereti magára vállalni a stafétát, vagy a vezérszerepet, de most nagyon nem találta a helyét. Én a Kismátékban se láttam ennyit, annyit láttam, hogy a pontrugásai az relatíve ülnek, tehát úgymond tud embert találni. Az Egerszegi az tényleg, ahogy mondtad, csak rombolni tud. Ennek ellenére a Hameddel szembeni falt az nem tudom mennyire volt durva, bár elvileg, ha hihetünk a kommentátornak, már pedig miért ne, akkor olyan szinten letalpalt, hogy a Hamednek a cipője is kiukadt. Tehát elég komoly sérülést okozott az Egerszegi Tamás, valószínűleg nem volt szándékos, mert a pályán addigra már irreális körülmények voltak. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy egy ilyen meg ami nekem furcsa volt még az Etónál, csak egy gondolatejék, hogy például a 85. percben ilyen kettős cserék, meg ilyenek. Tehát, hogy ez, ilyen. Igen, ezt én sem értem, és egyébként nem az első eset. Tehát, hogy tehát volt a szezon elején volt, hogy a végén tudtunk pontot hozni, vagy valami, tehát hogy végig is a kondink jó, és akkor mindig volt az benne, hogy jó, akkor jók vagyunk alapvetően, nyomunk, és akkor mi behozunk friss ember, teljesen felborítjuk az ellenfélnek, tehát hogy azt se tudják, kik ezek, nem tudnak hova állni, de ez a meglepetés ereje szerintem ez már sehol nincsen meg tehát én egyszer nem hiszek abba, hogy 3 perc alatt. Nyilván van erre példa rengeteg, hogy 3 perc alatt bejön valaki, ugye? Vagy 1 perc alatt, ugye Zoli, bejön valaki és győztes gólt rúg. Tehát van ilyen, de ezek nem jönnek be, vagy nem tudom. Tehát, hogy én ugye Bob Paisley is azt mondta, hogy itt az utolsó 10 perc nem cserélek, mert annak nincs értelme. Ugye ebben nem követi Csató Paisley mestert, úgyhogy ő szokott meg kettős cserélni, nyilván, mert ugye most 3 alkalommal lehet játékot megszakítani, tehát akkor már hozok 2-t, de nem, tehát csak nem is igazán értek már labdához. Tehát itt ez volt itt nem volt sanszom. Tehát a végén még volt egy ilyen szögletből kialakult ilyen töki-möki, de nem. Egyébként a fejesről meg csak annyit, hogy ugye, hát most ugye most mondhatnám azt, hogy ha a Kerkezt nem adjuk el a Milánnak, akkor ezt a meccset megnyerjük, mert akkor ő a balbek, és akkor akármilyen kalocsaiat nem rohangálhatott volna, vagy bárki. De hát ez van. Tehát ugye nincs opció szerintem. Balbekbe fiatal srác, mondjuk az más kérdés, hogy mondjuk a fejessel szemben mondjuk a, nem tudom, van a Pereira nevű fiatal gyerek, vagy a Szabados, tehát szerintem ezt ők sem játszották volna. És lehet, hogy futópárbajt, mert nem vesztettek volna ennyit. Igen, ezt minden nézőnek ajánljuk figyelmébe, hogy Americo Pereira magyar fiatalemberről van Igen. szó, tehát az Eto utánpótlásában egy, hát én brazil-magyar hátvéd, a fiatalember. Igen. Rá mindenképpen kíváncsi leszek, hogy jövőn mit tudunk kihozni. És ugye bár itt sokszor felhozódott, meg korábbi vendégünk volt a Kling Zoltán, mindenképpen, hát én innen is üdvözlöm őt olyan szempontból, hogy ugyebár mi nemrég télen igazoltuk le a Gresó Mátyást az Egerből, és már nyáron is kacérkodtunk az ő leigazolásával. A Gresó Mátyás azt hiszem, hogy szintén Kazinc Barcika vagy Diós György nevel, és nem akarok hülyeséget mondani, de egy olyan, amit tudni kell, hogy ő így elvileg ő is tenni valamennyire szakított ez az akadémiai rendszer, és akkor elkezdte magát, mint az Imonyi, hogy ilyen 21 néhány vagy 10 akárhány évesen beleállt a megyei fociba, és úgy építette fel magát. Annyit kell tudni, és azért is említettem a Kring Zolit, hogy mert a srácról, ha egy valamit tudni kell, az, hogy fizikálisan baromira rendben van. Tehát ez a csávó, ez annak ellenére, hogy egy támadó középpályás vagy egy szélső, olyan testi ereje van, tehát látszik, hogy nem fárad, és baromira jó. És ráadásul még van is idézőjelben esze a labdarúgáshoz, és ez biztos vagyok benne, hogy azért valamennyire a Kring Zoltánnak a keze munkája is. Úgyhogy mi próbáltuk a srácot, most fedezte fel a Gáhidi még az előző meccsen, nyilatkozta, hogy
Hát az jó húzás volt, hogy a Gresót beraktuk árnyékékbe, vagy hamis kilencesbe. Én majdnem mondtam, hogy hát bazd meg, hát azért ti igazoltátok le, csak kéne tudni, hogy miért igazoljátok le a srácot. Úgyhogy egyébként egy abszolút teli találat, 4 mérkőzésen 2 gólja van, ami azt gondolom, hogy támadó középpályásként, illetve szélsőként nem is volt rossz. A mérkőzés MVP-je nálam abszolút pakurulan volt, tehát ő azt gondolom, hogy keresztbe hosszába bejátszotta a labdát, illetve ő adta a gólpaszt. Gári Díti szintén leinyilatkozt, hogy hát a Paco Roland valójában egy támadó középpályás, szerintem meg egyáltalán nem. Tehát ő egy klasszikus, inkább ez a szegény ember Sigér Dávidja, tehát ez a box-to-box típusú játékos, aki jön, megy robottal, és baromira jól lát a pályán. Tehát én igazából, és hogy csak a végső konklúziót elmondjam, talán egy döntetlen szagú mérkőzés volt, talán igazságosabb lett volna a mutatott játék alapján az X, de mivel mi Győrben az utolsó percben kaptunk ki ősszel, így azt gondolta, hogy ennyi revans talán mindenképp belefért a történetbe, mert azt tudni kell, hogy a két klub között híresen jó viszony van a szurkolók tekintetében, és biztos vagyok benne, hogy most is lett volna egyébként közös szurkolás. Úgyhogy egy szó mint 100, nálunk továbbra se túl bizalomgeresztő játék, viszont az tényleg valamennyire örömmel tölt el, hogy mint testvér csapatom a Győr esetében elmondhatom, hogy az utánpótlás nincs rossz kezekben. Tehát így ennyi zárszóként. Egyébként én megnéztem most az Instatot egyébként, az MVP az a Paku lett a meccsen, mondjuk az sokat elmondta, hogy 267 Instat pontja lett. Ugye az egész mezőnynek, a kezdő mezőnynek a másik végén egyébként meglepő módon a Priskin van. Tehát ő neki lett a legszarabb az indexe. Úgyhogy... És már csak egy ilyen költői kérdést teszek fel a végén, mielőtt átadom Józsinak a szót. Ilyen pályára fehér mezbe ne gyertek. Domi, csak ezt így zárszóként. Egyébként én egyébként nagyon jó, amit mondasz, mert én pont azon gondolkodtam, hogy itt ez egy nagy szomorúság ül a városon, mert ugye törölték az IFIB-t, és ugye ez több szempontból is szívás a klubnak. Az egyik legnagyobb szívás az, hogy csak azért van 3 garnitúra mezünk, mert ugye az UEFA rendezvényre kell, és emiatt elvileg van egy, ugye van a zöld, van a fehér, és elvileg van egy narancssárga dresszünk is, amit még szerintem soha semmelyik csapat nem viselt, se a megyei, se az ifisták, senki, lehet, hogy nem is fog, lehet, hogy nem is küldték el. De mondjuk pont ezen a meccsen ezt elhasználtuk volna. És ráadásul ugye nem tudom, nekem azt tűnt fel még, ez csak ilyen nevezetésként, hogy a Gundel Takács az mindig feketébe szokott védeni, tehát ilyen fekete-szürke felső fekete gatya, most valószínűleg ez nem ment, mert hogy túl sötét volt az ellenfél, ugye ez a kék-pirosba játszott, és az lehet, hogy ezeket ütötték egymást, és akkor ugye fölvett egy ilyen rózsaszín fölsőt, meg egy fehér gatyát. Tehát a fekete gatya szerintem belefért volna, nem tudom, mik most a szabályok. Nem, mert azt hiszem, hogy a kapusoknál nem lehet azonos, és a mi kapusok meg teljesen feketébe vitte. Ja, értem. Na mindegy, úgyhogy igen. Tehát ez, de figyelj, csak ha más nem, akkor azért látszott, hogy csúsztak-másztak. Tehát, hogy senki nem jött le tiszta mezbe. Igen, mondjuk az arcok nem voltak sárosok, az kicsit hiányoltam. Igen, ilyenkor viccesen mindig azt szoktam mondani a kommentátor félidőben, hogy onnan tudjuk, hogy cserélt valamelyik csapat, hogy valaki tiszta dresszben jött be a pályára. Na, de haladjunk is tovább, mert már elég sokat beszéltünk erről a mérkőzésről, majd Domival még legfeljebb folytatjuk adáson kívül. Józsi, ezzel kapcsolatban, vagy más valamivel kapcsolatban? Szerintem összekeveltél Józsival, én akartam. Bocsánat, Balázs, ne haragudj. Igen, jött mind a kettőtök közé egy rövid kérdés Domihoz, hogy mi van Forró Gyulával, Ádám hozzád pedig, hogy Zamosnyi hogy játszik, mi két játszik. Én meséljek Forró Gyuláról, Domi, vagy te akarsz? Álljatok meg. Vagy Szabolcs kezdi nagyon messzire. Állj meg. Vagy kérdezzük meg Dárdai Palit. Igen, ez két olyan játékos, aminek az Újpesthez volt köze, és akiknek az Újpesthez volt köze, és... Ez vagy jót jelent, mert mondjuk mész a spanyol első osztályba, vagy onnan még tovább is, vagy annyit jelent, hogy soha nem lesz belőled semmi. Szerintem sajnos esetükben, most azt nem mondom, hogy semmi, természetesen, de esetükben az történt, hogy az újpesti pályafutások után, mint hogyha csak lefelé tartana itt ez a dolog. De mondjátok, mert nekem nincsenek információim, csak így fel kellett szólamlanom. Jó. Csak annyit a Forró Gyuláról, hogy őt deklaráltan száműzték tehát a megye egyes csapat keretében van.
Tehát ugye már padon se üldögél első osztályban, csak én megmondom nektek őszintén, hogy én majdnem biztos voltam benne, hogy ő nem lesz már kerettag. Tehát hogy valahol el fog menni az átigazolási időszak alatt, vagy hát végülis ugye most is, hogyha felbontják, még most is elmehet. Úgyhogy ő most a hétvégén, ugye már itt megy a megyei másodosztály, vagy a megyei első osztályban már két fordulót is játszottak, és most is a hegykőt vertük agyon 6-1-re, és Forró Gyula 90 percet zakatolt. Úgyhogy hát látjátok, hát ugye most ő is lehetne alternatívája mondjuk a Fejesnek, de nem biztos, hogy ők egyidősek, úgyhogy innentől kezdve nem folytatnám a mondatot. Úgyhogy szerintem Gyulával nem számolunk. Nem sok momentuma volt összeese, tehát hogy most ott sérülés is volt, meg nem tudom, korona is volt, meg nem tudom mi, de ő valamiért nem. Nem. Tehát ő még lehet, hogy a Tújfel-Herceg párosnak volt a kitalációja, és amikor ők nem eltűntek, akkor már nem kellett senkinek, de egyébként ez nem igaz, biztos, hogy nem így volt, nem gondolom, hogy ők akarták, csak tehát ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a Forró Gyulát leigazoljuk. Úgyhogy nem tudom. Tehát ő nem gondolom, hogy ha nem lesz itt valami, megint egy ilyen harmadik hullámnak a negyedik hulláma, és akkor megint egy csomó játékos kiesik, akkor én szerintem ő nem fog játszani az NB2-es csapatban nem fog megjátszani. És még jött egy komment, bocsánat, itt a misztikus narancssárga Etóm ezzel kapcsolatban, Lukasztól, és jól emlékszik rá, amikor 2015-ben ugye kizártak titeket, akkor igen, az utolsó meccsen, amikor eljöttetek akkor az ifivel, akkor abban játszottatok el. Igen, igen, tehát volt már ilyen színkombó, akkor többet használták. Az nem kvesztoros volt, ugye? Mi? Az nem kvesztoros mez volt, vagy igen? Hát akkor már le volt ragasztva. Ja. Tehát ugye az úgy működött... az még működik, látok az a mez. Nem. Hát ugye most ebben a szezonban egy teljesen új garnitúrát viselünk, egy olyan modellt, amit nekem meg akartak magyarázni, hogy csak nekünk gyártotta le az Adidas, ami nyilván full kamu, mert ilyen nincs, hogy a Győri Etónak. Meg utána valami kereskedői oldalon láttam is, de most ez egy olyan garnitúra, amit tehát ebben a szezonban használjuk először. Ugye most a Józsival beszélgettünk valamikor, hogy amit a Sepsinek van a nem tudom hányadik meze, ez a zöld, azt a fajtát hordtuk mi most előző két évben, de most egy ilyen, hát most pont nem azt vettem föl persze, tehát ezt van benne egy ilyen kis figura, a narancsárgát azt nem tudom, gondolom, az is olyan narancsárga fehér betétel, de nem a kvesztoros, tehát nem tudom, tehát vannak még egyébként a stábtagokon, még vannak olyan Adidas kabátok, amiken még a tarsolyféle címer van rajta, hogy azok kevésbé kopnak valószínűleg. De a Loki ellen, amikor játszottunk, akkor már csak egy ilyen fehér folt volt szerintem ott elő, mert ugye amint volt a bukta, az első bajnokink a Pápa ellen volt 15-ben, amikor már ugye tudtuk, hogy itt nagy baj van, akkor már le volt ragasztva minden. Tehát az Audi is le volt ragasztva, a Questor is, mindenki ugye megtagadott minket egyből. Na, de gyorsan reflektálva a kérdésekre, és indulunk tovább a következő találkozóra. A Forró Gyula nálunk is volt, nagyon sokáig, míg nálunk ki volt egyértelműen jelent, hogy feljutás a cél, addig az ő teljesítménye sem volt rossz. Ugyebár azt hiszem, hogy őt Újpestről igazoltuk le, még talán fizettünk is érte. Elég sokáig játszott nálunk, nem volt annyira rossz, de annyira ki se emelkedett. Utána pedig miután már ugye annyira látványosan nem volt cél a feljutás, ez már az ő játékában, illetve szerintem én úgy tudom, hogy magatartásán is meglátszott, tehát sokat volt sérült, illetve hát én úgy tudom, hogy ezzel nem is volt egy túl jó idézőjeles fej az öltözőben, úgyhogy mi szépen le is passzoltuk, pár éve elengedtük dologra, és akkor utána tették kitérőt. Az Amostival kapcsolatban igazából még sok mindent nem tudok mondani, általában csereként alkalmazok, mert van egy kis kondícióbeli lemaradása, 30 percekre jó egyébként, mondom, most bocsánat, tőle is elnézést kérek a kifejezésére, tényleg ő is a szegény ember Szalai Ádámja, tehát mióta rájöttem... Én azt mondtam, hogy a szegény ember Pölöskeje, de ja, az a még szegényebb. Azért Pölő szintén játszott Nyíregyházán, de hol nem játszott még, és akkor igazából tőle azért egy fokkal jobb a Zamosni. Szerintem mióta ő felfedezte, hogy neki nem az elsődleges feladata az, hogy gólt szerezzen, hanem hogy lekészítsen szélre vagy éppenséggel, megtartsa a labdákat, azóta, hogy valószínűleg több csapatban is úgymond használt veszi. Nem egy rossz kvalitású játékos, hát nem is egy Usain Bolt, vagy még sorolhattam, vagy egy Daniel James,
de lényeg a lényeg, hogy hasznos játékos, és csak zárszóként a régi mezekre jutott eszembe, én még láttam olyan Kazincz barcikát, ahol a Fotex le volt ragasztva, mint MTK fiók csapat, de ez csak olyan érdekességképpen jegyzem meg. Na, de haladjunk is tovább, ugyanis a szomszéd várban óriási változások történtek a héten, és ennek úgy látszik meg is lett az eredménye, nem is akármilyen, egy 35 perces gyors kiütés lent a püspökségben. Balázs, mi történt? Csoda. Erre nincs jobb szó, csoda történt. Hat nap alatt Debrecenben. Ugye múlt hét hétfőn közvetlenül a Gyirmót meccsünk után volt az adás, illetve hát már tartott is a meccs közben, és utána volt itt Csibu. Már akkor ugye nagyon pedzegették ezt az edzőváltás témát, ugye már konkrétumok is voltak Huszti Szabolcs és Toldi Gábor személyében. Ez másnapra ugye realizálódott, úgyhogy nem ért minket meglepetésként sem az edzőváltás, sem az a név, akit végül is bejelentettek. Ugye itt kérdés volt, hogy ki lesz a góré, és ki lesz papíron a góré. Hát ugye ez a hétvégén kiderült az adatbanknak, hála, ugye, hogy hivatalosan, ahogy számítani lehetett rá, hogy a Toldi Gábor a vezetőedző, és Huszti Szabolcs pedig, mint asszisztens van feltüntetve, de hát valójában ugye ez én szerintem inkább fordítva van a hierarchia, tehát Huszti meccsel, és Toldi Gábor pedig ott van, mert van papírja arra, hogy ő edző lett. Ugye erről is volt itt egy ilyen hétközi kis csörte, hogy akkor most Huszti milyen licensze van, és milyen engedélyt kapott soron kívül az MLS-től, hogy leülhet a padra, mert hogy egyébként hivatalosan csak kit menedzserként szerepelhetne a C licenszével, ha jól tudom, de hogy kapott egy ilyen soron kívüli engedélyt, hogy a Covid járványra való tekintette, ugye most nem indult edzőképzés, és emiatt engedélyezik neki ideiglenesen ezt a szerepkört betölteni. Úgyhogy ilyen előjelekkel vártuk a Szeged meccset, hát bevallom, azért nem számítottam arra, hogy ekkora javulást fogok látni 6 nap alatt a csapaton, de hát azért ez a mérkőzés elég sokat mondó volt, én úgy gondolom, mind a játékképe és mind az eredmény arra, hogy mi volt itt hetekig, hónapokig, és hogy nem csak a szurkolók szabadultak volna már Kondástól, hanem a játékosok is, tehát ez teljesen egyértelmű volt 20 perc után, hogy olyan elánnal és olyan lelkesedéssel játszott a csapatunk, amilyet egész szezonban nem láttunk, és azért ez húra, tehát hogy tényleg egy ilyen pocsék tavaszi szezon kezdet után egy ilyen hirtelen párfordulás, ez azért nagyon meredek, na szóval láttunk már érdekes dolgokat, hogy egy edzőváltás mekkora löketet adhat egy csapatnak, de azért ekkora löketet, bevallom, tényleg én sem számítottam. Tehát tetszett, amit láttam. Egy egész évben fanyalogtam mindig a játékunk miatt, hogy semmi tudatosság, semmi elképzelés nincs benne, csak a egyéni villanások miatt nyerünk. Most meg tényleg le a kalappal, mindenki örötette magát az első perctől, olyan szép akciókat vezettünk, mindenki futott, mindenki odaért, ahova kellett. Látszott az, hogy hogyan akarunk gólt lőni, szépen felépített támadások voltak, ugye most itt beszéltetek már a 4-2-3-1-ről, most nálunk is ez lett elővéve, ugye Huszti Szabolcs mondta is, hogy ő neki ez állt össze a fejében, ez a felállás, úgyhogy mi is ezt alkalmaztuk. Egyébként érdekes, mit gondoltok, hogy Zsuzsák melyik szerepkörben játszott ebben a 4-2-3-1-ben? Valószínűleg nem gondolnátok arra a posztra, ahol bevetették 8-as. Őt. Mélységirányító volt, igen, Varga Józsi mellett, és elég jól játszott azon a poszton. Én arra számítottam, hogy ő lesz majd a támadó középpályás a csatár mögött, de nem, inkább egy ilyen kevesebb futást igénylő pozíciót találtak neki, már ugye Kondás idején is inkább középen játszott, úgyhogy eddig beválik neki ez a szerepkör, ez a Tőzsérnek a szerepköre igazából, ami Tőzsér volt előtte, úgyhogy jól játszott ő is. Bódi volt most az, aki előrébb volt így egy sorral, és a csatár mögött játszott szabadon, most az ő játékára se lehetett panasz, mert azért ő is szépen benne volt minden akcióban, volt is egy gólpassza, úgyhogy tényleg nem is tudok negatívumokat kiemelni, mert mindenki jól játszott. Az eredmény önmagáért beszél, 5-0, nem rúgtunk 5 gólt még idén, nem nyertünk még ilyen simán idén, és nem játszottunk még jól idén ennyire, mint most, és mindezt úgy, hogy előtte 6 nappal a szezon mélypontja volt a Gyirmót elleni bukta, meg az egész tavaszunk egy nagy mélypont volt, úgyhogy
tényleg árulkodó volt ez az egész, ami itt volt, és így biztos, hogy Kondás Elemér is elgondolkodhatott a tévé előtt, hogy na bazd meg. Úgyhogy röviden ennyi, nem akarom egyébként túl misztifikálni ezt a győzelmet, mert azért emlékszünk, hogy Vitelki is egy 4-0-val indított az Újpest ellen, aztán tudjuk, hogy mi lett a vége, úgyhogy szó nincs arról, hogy én most itt azt mondanám, hogy mekkora edző párost találtunk, de az tény, hogy már önmagában az a tény, hogy Kondás elment, már ez egy hatalmas siker és előrelépés nekünk. Úgyhogy nyilván most azért még megvárjuk, hogy komolyabb ellenfelek ellen mire megyünk. Most azért jön egy jó kis erőpróba szerdán egy kupameccs, és Jófok ellen, és majd vasárnap jön a Vasas elleni nagy rangadó. Úgyhogy majd most itt eldől tényleg, hogy nem csak egy meccses ilyen kiugró teljesítmény volt ez, hanem konstans láthatjuk majd a tudatosságot a játékban, és tényleg mindenki oda teszi magát folyamatosan. Ha így lesz, akkor nekem egy rossz szavam nem lesz még akkor se, hogyha adott esetben nem sikerül nyerni. Józsi? Hát ugye már beszéltünk arról, hogy mint a magyar labdarúgáson belül lehet egy ilyen őrségváltás. Én megmondom őszintén, a Bódogféle társaságtól vártam, de azzal, hogy most a Huszti, Tőzsér, Juhász, Roland kerültek azokba a pozíciókba, ahol lehet a labdarúgást csinálni, az tehát ők vitték valamire külföldön, most nem rossz értelemben mondom, valamilyen szinten jegyezték őket, van tapasztalatuk, viszont a szurkolóknak egy kicsit a fejük közt kéne kapni, ezek a srácok labdarúgók voltak, nem szakvezetők. Tehát semmi tapasztalatuk nincsen, ismerjük sajnos a magyar labdarúgó közeget, hogy mennyire belterjes és mennyire betokosodott 30-40 éve ott ülő emberek vannak jelen pillanatban is vezető pozícióban. Ezektől az emberektől, illetve a hatásuktól féltem ezeket a fiatal tenni akaró embereket, és nagyon remélem, hogy nem állnak be a sorba, akik csak a markukat fogják tartani, és kispadról kispadra fognak vándorolni, hanem tényleg csinálni is akarnak valamit. Viszont el kell mondani azt, hogy azért, mert valaki jó labdarúgó volt, mondjuk a Juhász Roland, ugye Belgiumba sokra vitte, a Huszti Németországba, oroszoknál, tehát nagyon sok felé letette a névjegyét, vissza tudott jönni ugye az oroszoktól is, de ők labdarúgók voltak. Tehát, hogy ez egy más kávéház, de egy teljesen más kávéház. És ezt a szakmát ki kell tanulni, és én érzésem szerint egy kicsit túl hamar lettek ők bedobva. Én azt csináltam volna a helyükben, hogy a tulajdonosok egy igazi tapasztalt külföldi sportigazgatót hoztam volna ide, aki ezt a csínyát-bínyát tudja a dolgoknak. Én elhiszem, hogy vannak a Juhásznak is, meg a Tőzsérnek is jó kapcsolatai, de labdarúgó kapcsolatai vannak, nem pedig klubvezetői kapcsolatai. És én ettől tartok egy kicsit, hogy nagy lendülettel belevetik magukat a munkába, a szurkolók bíznak bennük, és nem fognak tudni eredményt elérni. Nem vagyok ellendrukker, én örülnék a legjobban, ha végre eltakarodna az összes ilyen vén bútordarab, aki tényleg ott van 30-40 éve a magyar labdarúgásban. De én attól tartok, hogy ezeknek a srácoknak még nincs egy tapasztalatuk. Megmondom őszintén, a Hajnal Tamás felbukkanása a sportigazgatói pozícióban, szakmai igazgatói pozícióban állunk a Fradinál, az nem volt meglepetés, mert róla tudtuk azt, hogy ő tudatosan készül erre a pályára. És lehetett tudni, hogy milyen iskolákat jár, és tényleg neki megvoltak a kapcsolatai. Nem volt akkor a meglepetés. De én azt látom, hogy a Husztiék, megmondom, hogy nem várok tőlük első pillanatoktól kezdve túl sokat. Most egy nagy motivációs bombát ledobtak Debrecenbe, és ez tök jó. Az, hogy érezték, a játékosok felszabadultan játszottak, az 5-0-t nem kell megmagyarázni. Csak valóban majd az, amikor majd be kell állni a sorba, és zsinórba jönnek a mérkőzések, akkor fel kell tudni építeni egy olyan Debrecent, ami azért hétszeres bajnokok vagytok, ugye? Tényleg nem tudom, hogy fejből elnézést kérek. Nincs egy koncepció még mindig a Debrecennél. Én biztos, hogy amikor azt mondta a sajtótájékoztatón, legalábbis írásban ezt lehetett olvasni, hogy az rájuk tartozik, hogy mit akarnak csinálni, akkor gondolkodtam, hogy csinálok egy videót erről, egy ilyen sajtótájékoztató kritikát, hogy nem, Szabolcs, nem rátok tartozik. Mindenkire. Tudni kell mindenkinek, hogy mit akartok játszani, mert így lehet majd lemérni a munkátoknak a gyümölcsét, ha tudjuk azt, hogy mit akartok csinálni. Ezt kell szem előtt tartani, nem felsőbbrendűsködni kell, hogy ezt majd én tudom,
azt mindenkivel közölni kell, mert akkor onnantól kezdve hogyan lehet számon kérni, ha nem tudjuk, hogy mit akartál. Fogalmazd meg a célokat, fogalmazd meg, hogy akartok játszani, mit akartok csinálni, milyen koncepció lesz a klubnál, hogyan tervezitek az utánpótlást, ezt meg kéne osztani magával az egész debreceni szurkoló táborral, mindenkivel, mert mindenkire tartozik, nem csak rád. Ez egy mondat nekem nagyon betette a kaput. Ez is egy ilyen eliteskedő duma volt. Tehát én azt mondanám, hogy ez mindenkire tartozik, és az én próbálnám azt, hogy igenis mondják el, hogy tulajdonképpen mit akarnak csinálni. Tehát ez lenne a legjobb, hogy tisztában legyenek Debrecenben, mert most jön a hurrá optimizmus, és tényleg egy az egybe följutnak az NB1-be, ez tiszta sor, de hogy utána mi lesz? Még mindig nincsen támogató, nincsen, nem tudjátok, hogy miből fogjátok előteremteni a pénzt arra, hogy miből lehet ezt fenntartani. Tehát most tudom, ne egy fradista mondja meg, és nagyon-nagyon drukkolok a fiatal szakembereknek, csak tényleg ez mindenkire tartozik, és egy koncepciót jó lenne látni. Majd a vidi kapcsán ugyanezt elmondom. Én egyébként ez a sajtótájékoztató megérne egy misét, tehát ez valahogy itt trendi lelőni a streamet, mielőtt jönnének a kérdések. Tehát ez már nem először fordult elő, hogy amikor a lényeg jönne, hogy akkor kérdezhetnek a jelenlévő újságok. Egyébként kaptunk mi is meghívót a sajtótájékoztatóra, de kedden volt ugye a bejelentés, kedden reggel 9-kor jött az e-mail, 11-kor lesz ez a sajt, szóval a munka mellett nem volt esélyünk se elmenni. Egyik szerkesztőtársunk úgy volt, hogy el tud végül, ő se tudott elmenni. Jó lett volna, mert kíváncsi lettem volna a sajtókérdésekre, meg akkor ő is tudott volna kérdezni, de így ez megint kimaradt, és nem tudtuk meg tényleg a lényeget. Két kommentre hadd reagáljak már. Az egyik az, hogy volt egy jó féldeje a Lokinak, és már istenítjük Husztékat. Hát nem hiszem, hogy istenítettem volna. Egyrészt nem is egy jó félidőnk volt, hanem egy teljes jó meccsünk. Nem a kieső Szeged ellen, mert ez a Szeged jelenleg nem kieső. De nem kell túl misztifikálni, ettől főtlenül ezt mondtam az eredményt, mert láttunk már példát rá, hogy egy jó kezdés után hova fut ki az új edző. De tény, hogy ez a mérkőzés, ez rendben volt, és 90 percig rendben volt, és nem volt az, hogy 1-0 után leállunk és alibi, hanem 4-0 után is mentünk a gólért. Tehát meg lett az 5. gól, és akkor átérek a másik kérdésre. Bárány Donát ugye visszatért a sérüléséből, úgyhogy kihagyott egy teljes felkészülést, most kezdett el a héten edzeni, be is állt most csereként egy olyan jó 20 perc, és rögtön szerzett egy gólt, úgyhogy ott folytatja, ahol abba hagyta a srác, és az a kérdés, hogy adott esetben, hogyha nyom egy jó 21-es EB-n egy jó teljesítményt, akkor meg tudjuk-e tartani? Szerintem meg. Tehát nem érzem indokoltnak a részéről, hogy most eligazoljon innen úgy, hogy még nincs NB1-es meccse lábában. Egyébként sem hiszem, hogy NB1-es szinten a Fradin kívül, meg még esetleg a Felcsúton kívül bármely klub előrelépés lenne neki szakmailag. Anyagilag lehet, hogy lenne jobb lehetősége, de szerintem neki jó lenne még most egy év, legalább egy év az NB1-ben, hiszen azért ő tavaly még NB3-as játékos volt, idén NB2-es, és akkor jövőre megmérettetheti magát az NB1-ben is, úgyhogy nem hiszem, hogy ő érte olyan ajánlatok jönnének, amin akár a vezetőség, akár ő elgondolkodik. Persze, nyilván, hogyha valami nagyon-nagyon brutál kimagaslót nyújt, és rúg 6 gólt az EB-n, az más, de azért szerintem ez nem fog még most megtörténni. Úgyhogy én még vele biztos, hogy számolunk a jövő évi keretben. Bocsánat, csak én láttam egy pár hozzászólást. Azért nem csináltam meg ezt a videót, mert biztos, hogy félreértették volna a szurkolók, hogy azt hinnék, hogy bele akarok állni a fiatal szakemberekbe. Pont nem. Én csak azt vártam volna el, hogy egy egészséges futballközegben, ez értendő minden klubra, úgy választom meg a szakmai stábot, hogy van egy Debrecen, mondhatjuk egy nagy múltú klub, többszörös magyar bajnok, van egy elképzelés magának a tulajdonosi körnek, akik ezt vezetik, hogy mit akarnak csinálni. És terveket kérnek be emberektől, akik egy tervet letesznek az asztalra, hogy kérem, ezt fogjuk csinálni az elkövetkezendő 5 évben, 3 évben, akárhogy, mint annak idén a Szózától kérték, és egy 3 éves projektet lerakott az asztalra, és megcsinálta. Én ugyanezt vártam volna el, és ugyanezt jó lett volna egy sajtótájékoztatón elmondani, hogy kérem, ezt fogjuk csinálni, ezt várhatjuk el, ezek a tervek, és ha ezek nem jönnek be, akkor más útra kell menni.
de ezt a tervet meg kell csinálni. Még egy szar terv is jobb, mint a semmi, mint hogy most egy hurrá optimizmus van esetleg, vagy egy ilyen, a srácok meg akarták mutatni, hogy minden fiatal edzőnél be akarok kerülni a csapatba, mindenki felszabadult, aki akart, hogy, hogy nem akar, tehát megszabadultak az elemértől, biztos vagyok benne, volt ilyen játékos is, csak az, hogy ez tervszerű legyen, és bizonyítsanak a fiatalok, jó lenne már egy megújult magyar futballtársadalommal nekivágni az elkövetkezendő évtizedeknek. Én ezért drukkolok, és ezért kellene tervszerűen ezt csinálni, nem adhok jelleggel. Köszbefejeztem. Köszi, Józsi. Szabi? Igen, én arra szeretnék rákérdezni, mert én magam annyira nem láttam, de lehet, hogy csak az én figyelmemet került el, hogy aztán miután sajtótájékoztatónak nevezték ezt, és a kérdéseknél elvágták ezt a streamet, hogy arról a sajtóban jelent meg valami, hogy aztán mi hangzott el? Pár sorra hivatalos oldalunkon, igen. Amit utána be is másoltam nektek, amikor már erről beszélt Huszti, hogy, hogy nem, ez nem tartozik a nyilvánosságra, hogy ők miben gondolkodnak. De ja, nem... hogy ez most ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy akkor, ha ott volt az országos sajtótól 3-4-5-10 ember, most nem tudom mennyi, akkor ők nekik mondták, hogy akkor most el lehet tolni a biciklit, és majd itt a klubnak a sajtósai maradnak ott, és akkor majd ők írnak egy cikket. Az a baj, megmondom őszintén, nem olvastam el a többi hírportálnak a beszámolóit, csak a saját oldalunkét, és ott elég szűkszavú volt a cikk, tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy máshol mi jelent meg, hogy hangzott el olyan konkrét kérdés, amire aztán érkezett konkrét válasz, ezt nem tudom sajnos. Uh-huh. Ezért lett volna jó egyébként, ha látjuk, halljuk, vagy ha ott tudunk lenni. Vagy esetleg online kérdezhettek volna a szurkolók is. Mert ez simán bele kellett volna, hogy férjen. Mert nagy transzparenciába. Zoli? Ez ilyen trend lett most, hogy a saját sajtósuk kérdez, és kiteszik a cikket. Ugye nálunk is ez van, amikor, hogy mi miért nem mehetünk vissza. Azt mondják, hogy hát most ők csinálnak riportokat, meg kiteszik a cikkeket, és akkor minek akarnál te kérdezni, mikor ők ott vannak, és tájékoztatják az embereket. Tehát, hogy ez kínosan ügyelnek már arra, hogy te ne tudj olyat kérdezni, ami esetleg váratlan lenne. Tehát most ez a trendi, úgy látszik nálunk, meg akkor a Lokinál is, hogy a saját sajtósuk alá kérdez az emberek, alá aztán kiteszik, te meg örüljenek. Ezt nem tudom mondom megerősíteni, mert nem voltunk ott, hogy tényleg a sajtó többi munkatársától milyen kérdések érkeztek. Azért ott volt egy nemzeti sport, ott volt a helyi sajtónak, az összesnek a képviselői, úgyhogy nem tudjuk, hogy zajlott ez, de tény és való, hogy ami megjelent a hivatalos oldalon, az eléggé kevéske volt, én úgy éreztem. Most gondolod-e, ott ül egy Somogyi Zsolt velem, aztán baromira bejebb lettünk volna. De most én is az jutott eszembe, hogy ilyen mazoista módon meg szoktam nézni a Nemzeti Sport oldalán ezeket a meccs utáni sajtótájékoztatókat, hogyha ha 8-80, akkor is van két teljesen nokedli kérdés, meg tehát nincs, tehát ott sincs kérdeznek. Tehát nem, ugye én is azt gondolnám, hogyha izgalmas téma van, akkor kérdeznek. De nem, tehát én leszarom az egész. Tehát most visszatérve itt az Olira, meg mondtátok, hogy belterjes. Ugye nálunk is én azt látom, hogy mindenki marhára örül ennek a Covid-nak ilyen szempontból, hogy még jobban lehet szűrni a izét, mert ugye én nem vagyok sajtótermék, egy-kétszer elhívtak, én is azt láttam, hogy most ilyen kooperálta, mondjuk a klub kooperált a Kesmás megyei lappal, tehát az ottani újságíró gyereket elhívták ilyen moderátornak, meg ilyen megírt idióta kérdéseket feltett, és akkor még ott volt még mit a három ember, így a megyei sajtónak a nagyjai, de ott sem volt különösebb. Tehát, úgyhogy nem tudom, tehát ugye ez a baj, hogy a tehát a klub sem érzi fontosnak, hogy tájékoztasson, csak ugye az a szomorúbb, hogy akik meg oda keverednek, azok meg nem érzik fontosnak, hogy kérdezzenek. Tehát ez egyébként ott levőknek ez egy ilyen win-win valahol. Csak ugye egyébként pont akiket tájékoztatni kéne, azoknak egy nagy szívás. Pont egyébként volt egy ilyen fura eset még annak idején, amikor Fernando volt nálunk az edző, és akkor még jártunk, és akkor mondta Fernando, hogy jó, hát miből igazolnánk, mikor a klub építette ezt az új stadiont. És akkor ott volt a kollégám, és mondta, hogy de hát nem a klub építette a stadiont, tehát az állam építette, és akkor a többi újságíró mondta, hogy hagyja már ezt. Most miért kell ez? Érted? Tehát, hogy én megértem, hogy ezek után nem akarják, hogy mi ott legyünk, csak hogy erre lehet kb. Számítani. A másik meg az, hogy a Covid, hát a Covid az rohadt jól jött a kluboknak. Tehát gondold már, mi lenne Diós Györgyben, ha nem lenne Covid? Hát szerintem már azért lett volna egy-két akció a stadion környékén,
de most ugye mindenki kúsba van, mert jönnek a rendőrök, egyből elvisznek mindenkit, a klub meg rohadtul örül neki, hogy nincs, aki kifejezze azt, hogy mondjuk itt valami nem megy jól. Hát, hogy ha valaki örül, az a klubok, hogy nincsen szurkoló. Norbi, rég hallottunk, mesélj! Hát figyeljetek, ugye nyilván ugye a Toldi eltávozása körünkből az ugye nyilván megérthető volt. Ugye azért ő most ez egy nagy lehetőséget kapott, úgymond, egy nagyobb lehetőséget, mint a Vidik második számú csapatának a menedzselését. És hát azért mi sem bizonyítja, hogy azért a videótonnál is a kommunikáció, hát enyhén szóval gyenge lábakon áll. Hogy ugye, mi már hétfőn tudtuk azt, hogy ugye a süti már nem lesz itt. És a Toldit előbb kirakták, hogy Toldi Gábor távozik a Viditől, mint a sütit, nem értem miért. Mindegy, egyébként erre a kommunikáció vonatra én is rá szeretnék csatlakozni annyiba, hogy nyilván, hogy a csapatoknak nagyon jól jön ez a Covid, kivétel amelyiknek nem, tehát amelyiket nem jön jól, azt mondom a Ferencváros, tehát egyértelműen hiányoznak a drukkerek, szerintem ő náluk érezhető, és több csapat is van szerintem valakinek érezhető, hogy nincs hazai pálya előny így, viszont abban a szemszögből meg jól érzetnek a csapatoknak, hogy nincs aki felelősségre mondja őket. Például a videótonnál én garantálom nektek, hogy a hétvégén meg után biztos, hogy mezlerángatás lett volna a játékosokról. Tehát igazából összetik a két kezüket, hogy most Covid van, és nincs ebben a szurkolók, mert amit kapnának, azt nem tennék zsebre, és nem csak nálunk, más csapatoknál is előfordulna ez, de hát ugye jelenleg körül az NBA 1-2 leggyengébb formában lévő csapat az a videóton, tehát nincs más csapat, aki ennyire gyenge mutatókat produkál, azt mondjuk a Szeged is jobb nálunk. De hát most tényleg képzeljétek el egy videóton Szeged rangadó, az tényleg az körülbelül az a vakok csatája lenne most sajnos. De a Debrecennél még annyit akartam mondani, hogy én a Husztit meglepődtem egyébként, hogy a Szabit egy ilyen komoly pozícióba helyezik. Nyilván a Toldinak van meg a papírja, szerintem az lesz, ami Kövesden is volt egy ideig, ha emlékeztek rá, hogy a Kultor Attila ott volt, nem tudom, mindenféle pozícióba írva a kispadra. Az elején volt minden kitmen, masször, mit tudom én, minden volt, de ugye ő volt a vezető edző nyilván. És ugye a papírt meg ugye a Toldi hozza. Én azt hiszem, hogy a Toldi így is úgy is jól járt. Ez mindenképpen egy szakmai előrelépés. Egy nagy múlt klubnál lehet, ha azt nézitek, egy hetesszeres bajnok és kupagyőztes csapat is ugye a Debrecen, tehát az elég komoly sikert, BL csoport, stb. Tehát azért van elvárás feléjük. Szerintem a feljutás az nyilván csont nélkül meg lesz. Én azt is meg tudom kockáztatni, hogy bajnoki címmel. Nagy eséllyel bajnoki címmel. Én azt mondom, hogy a Debrecennél, ha mernek nagyon támadni, akkor megpróbálnak rámenni arra, hogy a kupában minél jobb helyezést elérjenek. És szerintem a Debrecen lehet egy meglepetés csapat a magyar kupában, és simán el tud érni akár legjobb négyet is, szerintem. Így zárt kapuk előtt nincs akkora különbség a csapatok között szerintem. Tehát itt egy csapat van, aki kimagasik, az a Ferencváros, és a Fejlcsú szerintem jelenleg. Az összes többi csapat az egy szinten van. Tehát a Debrecen simán meglepett bárkit a kupában. Aztán meglátjuk. Köszönöm szépen. Hát az MTK-t kellene egyébként kiejtenünk meg a Siófokot még előtte a legjobb négyhez. Nem egy lehetetlen feladat, mindkét meccs itthon lesz. És még egy nagyon rövid, ilyen kis vicces felütés így a végére. Én ugye nem ismertem Toldi Gábort, nem tudtam, hogy ki ő, hogy néz ki, stb. Amikor megláttam a sajtótájékoztatót, és meghallottam a hangját, ránéztem, és bazd meg, ez Szima Gábor. És teljesült a profécia, és Szima Gábor lett a DVSC vezetőedzője. Ezt hittem így első blikre, de ez csak ilyen humorosba így a végén. Én azt hittem, azt mondod, hogy én nem ismertem Toldit, nem tudtam, hogy hogy néz ki, de ott állt a főtéren egy rohadt nagy petrenc, és sújtatta az utat Budára. Az is lehet. Rendben akkor. Hát szerintem már elég lassan az NB2-ből, még gyorsan fussunk végig az elmúlt forduló, a 25. forduló eredményein, gyorsan áttekintjük a tabellát, és hát megnézzük, hogy a nagyfiúk mit produkáltak az első osztályban. Zárásként gyorsan végig haladva a 25. forduló eredményein. Kezdődött a forduló egy Deac Szolnok mérkőzéssel, ami meglepetése 2-0-ra a debreceniek győzelmével zárult. Ezzel a Szolnok 11 mérkőzés óta tartó veretlenségét szakította meg a tök utolsó Deac. És Szidibe végig játszotta a meccset. Igen, a 40 éves Szidibe 90 percig tolta. Ettől függetlenül még mindig tetemes a lemaradásuk, ha jól emlékszem, 9 pontra van még így is a bennmaradás. Hát én 11-re emlékszem, nagyon sokra, úgyhogy...
Nem lett jobb a helyzetük. Igazad van, 23 még mindig csak az előtte lévő Aquitál FC Csákvárnak van. Tehát, de minden esetre megsüvegelendő ez a teljesítmény. Hát múlt héten beszéltünk egy-két gyanús eredményről az NB1-ben, majd most is akár fogunk beszélni. Hát ez is mindenképpen egy érdekes eredmény. Ami viszont már talán kevésbé érdekes eredmény, az a Gyirmót FC Győr 2-0, ez egy papírform eredmény, és azért hát Csertői Aurél ide vagy oda, a Gyirmót látszólag a harmadik helyet elkezdte erőteljesen ostromolni, szépen lépdelnek előre, 2 pontra vannak mindössze a felületek. Most úgy hangzott, mintha a Gyirmót FC a Győrt verte volna 2-0, lemaradt, hogy kit vertek. Bocsánat, ez az official megnevezés. Nem. Csak hogy azt mondtad, hogy Gyirmót FC Győr 2-0. Siófok. Lemaradt a Siófok. 2-0-ra verték a Siófokat, így van. Győzött az NB1-es útin, azt mondom, hogy Lencse és Simon András korábbi, amint hogy Simon András korábbi 20-as VB bronzérmes csatár rúgták a gólokat. Annyit, egy gondolat csak, hogy itt már kezdenek delirálni az NB1-ről egyesek, itt kicsit arrébb itt a városban. Volt egy ilyen mondás, hogy ez a Gyirmót most jelen állapotában erősebb, mint az a Gyirmót, amelyik feljutott annó az NB1-be. Nem tudom megítélni, szerintem ez egy hülyeség. Mind a kettő gyenge volt, az NB1-hez mindenképpen. Egyet értek, szerintem se volt jobb. Tovább haladva a mérkőzéseknél, volt még egy Ajka Szombathelyi Haladás 1-0, a Haladás továbbra is igencsak kétarcú, és látványosan szenved vendégségben. PMFC Aquitál FC Csákvár, a Csákvár igencsak megnehezítette a PMFC dolgát, de sikerült behúzniuk Vas Lászlóiknak ezt a mérkőzést, és továbbra is tapadnak szintén a Gyirmóttal egyetemben a feljutóhelyekért. Soroksár Békés Csaba 2-0, hát azt úgy látszik, hogy a Préssinger, illetve a Préssinger tököli duónak úgy látszik, hogy sok babér nem terem eddig Békés Csabán, bár a nyilatkozataikból kiindulva igencsak a sok sérülésre vagy a hiányzókra szokták fogni. Egy vérbeli kiesési rangadó volt ebben a fordulóban, Dorog FC Color City Kazincz Barcika. A mérkőzés pikantériája az volt, hogy Dorog már a saját pályáján se játszik, ugyanis Tatabányán játszották a mérkőzést. Ez mindenképpen szerintem egy elég érdekes tényező. Minden esetre a mérkőzés egy derekas 0-0-ával zárult. Ezt követően pedig, amiről már részletesebben beszéltünk, egy Nyíregyháza Eto FC Győr 1-0, Szeged Csanád Grosics Akadémia DVSC 0-5. A Kaposvár minden hipotézist, minden feltételezést elsöpörve 3-1-re verte a Szent Lőrinc csapatát, és a forduló záró mérkőzése tegnap este 19:30-tól játszották. De a Kemptrom ki látta, ki nem. Én a magam része azt mondom, hogy egy egész jó mérkőzést játszott, egy nyílcsisakost a Vasas, a Budaörs ellen 3-1-re végződött a találkozó. A Márkus Tibor nyíltan és felvállalt ezt a támadó futballt, és azt gondolom, hogy egy rendkívül szórakoztató mérkőzés lett belőle. A tabellára ránézve természetesen még mindig a Debrecen vezet 54 ponttal, őket követi a Vasas, még a harmadik helyen a Gyirmót FC Győr, illetve a negyedik helyen a PMFC 47 ponttal, tőlük már azért 6 ponttal le van szakadva a Budaörs, még a kieső helyen továbbra is a Deac, a Csákvár, illetve a Kazincz Barcika van, de egyre nagyobb problémás, vagy egyre nagyobb slamasztikában van a Szeged csapata 26 ponttal, már csak 2 pontra van a kieső hely. Na, váltsunk osztályt, nézzük meg, hogy a nagyfiúk, illetve a profik, a nap vérprofik mit játszottak, és kezdünk egy nem túl rózsás eredménnyel, legalábbis szurkolótársunk esetében, egy nagyon érdekes mérkőzés, tarkítva, borzalmas egyéni hibákkal. Hát, ha nagyon gonoszan akarnék fogalmazni, Szabolcs Kire Risztevszki Zete 3-0, de még a Kásztrát is besegített. Ennyire kétarcú ez a csapat, Szabi? Hallgatunk téged. Hát figyeljetek, a csapatról nem tudok nyilatkozni, mert az sok minden nem csinálta a pályán. A Kire Risztevszkiről egyébként ellenben igen. Ő úgy látszik, hogy minden edzőnél bejön, és minden edzőnél pont ugyanazokat megcsinálja. Ennek ellenére ott van, ahol van. Én azt gondolom, hogy én már korábban is nagyon rossz véleményen voltam róla, és annak idején ugye a Vasastól érkezett valamikor időszámításunk előtt, és ott én kérdeztem annak idején a Kristófot, hogy hát milyen a Risztevszki, és akkor mondta, hogy hát olyan, hogy el fognak rajta menni meccsek. És akkor tényleg olyan lett.
Tehát, hogy így rajta így elmennek mérkőzések, ennek ellenére valamiért megvan a bizalom. Itt lehetne mindenféle összeesküvés elméleteket felhozni. Persze meg kell nézni, hogy ki játszhatna esetleg így helyette. Hát még itt van a Kutrumpis, ugye a belső védőként. Hát, mert ki más? Hát nyilván Magyarországon világhírű Kutrumpis. Tehát, hogy meg hát még lehet, hogy van ott egy-két ilyen fazon, ilyen teljesen ismeretlen nevek. Nyilván, vagy a Bielos, tehát az is egy ilyen csúnya baleset, az az Űrge. Nem tudom, azért érzitek, hogy, tehát, hogy említem ezeket a neveket, szerintem, hogyha néznek, nem tudom, a világ bármelyik tájáról minket, akkor biztos megüti a fülüket, hogy az a csávó, az igen. Tehát, hát nem. Szóval, hát úgy nézett ki ez a mérkőzés, hogy egyébként hármat cseréltünk, hiszen tök jók voltunk. Az mindegy, hogy ötöt lehet, mi nagyon jók voltunk. A Kirill Istevskit és a Lirim Kastráltat nem cserélték le, mert hiszen hasznosan játszottak, mind a ketten elértek legalább másfél gólt, úgyhogy így tök jó, kár, hogy ők védők, és mi kaptuk a gólokat. Ez egyébként úgy látszik, hogy a vezetőedzőt nem annyira zavarta. És én most néztem, hogy egyébként Öningnek van még egy olyan neve is, hogy sőt, még kettő, Hubert is, meg Johannes is. Hát szerintem inkább lenne mondjuk egy keresztneve, és mondjuk így tudna csinálni egy csapatot, de nem tud. Helyesebben ő lehet, hogy próbálkozik, de ez a csapat nem akar csapatnak lenni. És én mondtam az előző két mérkőzés után, amikor mérkőzést nyertünk valamilyen általam felfoghatatlan csoda folytán, hogy nem kell annyira örülni, mert hát ez azért védhetetlen ez a produkció. És hát egyébként megint bebizonyosodott, hogy mondjuk, tehát most, és tényleg nem akarom leócskázni, mert nem erről van szó, mert ő egy tehetséges játékos volt, úgy szintén időszámításon került, hogy Szakály Péter kezdő például. Tehát ott már rohadt nagy baj van, ahol egy Szakály Péter kezdő manapság. Itt megengedsz egy kérdés, Szabolcs. Igen. Hogy ugyebár nektek van elvileg egy vérbeli csatáratok a padon, bár tudom, hogy ő is egy igencsak érdekes megítélés, és nem a tálóra gondolok, hanem a Perosevicsre, aki elvileg, illetve még akkor megemlíthetném a Bacsa Pétert, ők nem jobb alternatíva. Patrik a Bacsa. A Patrik az Bacsa, vagy a Bacsa az Patrik. De Bacsa mindegy, Patrik. A Bacsa Patrik az teljesen használhatatlan, tehát kuka, MB sok, vagy blasz, vagy az se, vagy jegyellenőr, vagy nem tudom ilyesmi. Nálunk. Aztán, hogyha eligazol, akkor valószínűleg jobban. Itt hadd rá már gyorsan, hogy mondod, hogy... Nem az ő kritikája, ezt teszem hozzá. Hadd reagáljuk már egy gyorsan, Szabos mondott, hogy az már rég rossz, hogyha egy Szakály kezdő, az meg egyenesen halmozottan hátrányos helyzet, hogyha Szakály a kezdő csatár. Tehát, igen, tehát meg. Ezzel ezt amikor ezt mondani. Én megláttam, hogy Szakály, igen, mint center, igen, akkor rest in peace. Igen. Visszaemlékeztek, még a riporter is rákérdezett, tehát annyira meglepett mindenkit, hogy őnik se tudott erre választ adni. Igen, lehet, hogy ő csak elírta egyébként a számokat, nem tudni, mert pont, és azért akartam erre kitérni, hogy ő csatár volt, mert pont az általad említett Perosevics jött be a helyére aztán, aki szintén nem csinált semmit természetesen, de hát akkor ott már úgy igazából olyan nagyon mindent nem volt csinálni, bár az még, tehát az már 2-0, vagy 0-2, vagy hát mondjuk a szempontomból 0-2, de egyébként így egyébként ugye Zetébe játszottunk, tehát 2-0-nál volt, és akkor még így, hát kaptunk így sárgákat, meg így próbálkoztunk, meg ilyen mez volt a csapaton, tehát, hogy meg ilyen sportszár, meg nem, tehát úgy, tök úgy néztünk ki, meg 11-en voltunk ott a pályán, tök úgy nézett ki, mintha ott valamit mi akarnánk egyébként, megjegyzem, rendkívül sérelmezem Stieber Zoltánnak a jelenlétét egyáltalán Újpesten, tehát a jelenlétét Újpesten. Nem az, hogy futballpályára lép, nem az, hogy játszik, nem az, hogy kezdő, nem az, hogy végigjátsza a mérkőzést, hanem hogy egyáltalán ide teszi a lábát bármikor. Tehát az már eleve nagyon gáz. Ő volt az a játékos, aki ebbe a szutyak időben, mert azért itt sem volt egyébként verőfényes napsütés, és egyébként a pálya ettől függetlenül jó volt. Ő az, aki szerintem 90 perc után hófehér mezbe lejött a pályára, és rengeteg olyan alkalom volt, amikor
volt egy olyan szituáció, hogy 3,5 méteren belül volt egy ellenfél játékosa, akkor ő szépen felkapta a lábát, arrébb ugrott, mint egy kis szöcske az ő kis testivel, és már is nem történt semmilyen kontaktus, ellenben az ellenfél megszerezte a labdát, és hát ott azért ennek lettek következményei, például 3 gól formájában, de ugye ehhez nem volt elég ügyes azért az Etel, hogy itt a Stieberre kihegyezve egy gólokat lőjön, ahhoz további segítségek kellettek, ezt pedig természetesen a hátvédcsorunk megadta a Zalaegerszegnek. Egyébként hozzá kell tennem, és ez tényleg egy ilyen figyelemfelhívás, hogy aki megveri az Újpestet, bárki legyen az, de bárki. Most a kupában, ha játszunk itt, nem tudom, Vácrátót 2-vel, ők se örüljenek. Tehát nem hajtottak végre nagy tettet, hanem a világ természetes módja szerint megnyerték a mérkőzést. Jó, tehát így nem kell Zalaegerszegen se pezsgőt bontani az Újpest felett aratott győzelmen. Ha mégis megteszik, azért tegyék meg, mert akkor annak örüljenek, hogy ők ki tudnak valószínűleg kecmeregni ebből a kieséses történetből, vagy közelebb vannak a megoldáshoz, de az Újpest legyőzése az nem egy unikum. Tehát, hogy így, sőt, még csak Jägermeisternek se nevezném. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy, és ez továbbra is áll, hogy egy ingoványos erkölcsi alapon álló egyesületnél előbb-utóbb eljön az ítélet napja, és ez eléggé közeledik. És lehet, hogy itt most lehet operálni ilyen, hát, hogyha jól mondom, Johan Croazékkal, Croazé, valószínűleg a Croazé az, aki süti a croissant, gondolom én. Én láttam ő, hogy ő bejön pályára, de aztán nem láttam a pályán, nem tudom, mi történt vele. Valószínűleg egy ilyen Houdini típusú csávó. Egyébként azon kívül milyen nagyon sok mindennek nem lehet örülni. Persze eddig se lehetett, meg mondom, ez a két győzelem is annyira zárójeles volt, hogy gyakorlatilag dupla vagy kapcsos zárójelbe tette ezt az egészet ez a mérkőzés. Semmiféle elképzelés. Vagy egyébként a vezető edző tud egyfajta játékot, amire, hogyha rájön az ellenfél, hogy lehet feltörni, és mondjuk Boyer Gábor erre rájött, akkor ez így megvan, de hát akkor valószínű, hogy előbb-utóbb én is rá tudok jönni. Még csak két dologra szeretnék kitérni. Ugye az instatott adatokban mindenben az a Zalaegerszeg volt a jobb, mindenben. Egyetlen egy dolgot nyertünk meg, a sárga lapokat 2-1-re. A bírói ténykedésről annyit tudok mondani, hogy tök mindegy. Tök mindegy. Ha nem lett volna bíró, akkor is pont ugyanennyi, meg pont ugyanígy, meg pont semmi, tehát, hogy így utálhatom én a bírót úgy egyébként, és nyilván zsigérileg utálom is, de tökéletesen mindegy, hogy ő ott mit csinált. Megpróbálta egyébként vezetni a mérkőzést, amúgy az nem nagyon sikerült, de az mindegy, mondom, tehát nem különösebben érdekes. Viszont, ami még nagyon fontos, hogy hát persze, vagyunk egy ilyen helyzetben, mint ahol, és akkor most így keressük az okokat, nyilván nagyon egyszerű az ok, hát szar a csapat, olyan a keret, hogy egyébként így sírhatnék, hogy támad az embernek, de ehhez képest még azt is el tudtuk követni, hogy volt egy ilyen hazai hírportál, a Csak Focinak hívják úgy egyébként, miért nem mondanám, hiszen ott jelent meg, hogy a 22 évén aluli játékosok száma, hát itt 10 csapat került ide be, valószínűleg azért, mert 2 csapatnál nem volt mondjuk 22 év alatti, de ez nem is annyira érdekes. Az Újpestnél összesen 2 darab ilyen játékos volt, míg az MTK-nál 7+1, a Budafoknál 5+1. Itt az Eténél 3+1. Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a 3 csapat, ez egyáltalán nem áll rosszul. Most az Eténél úgy mondom, hogy ezen a mérkőzésen nyertek, nem kicsit. A Budafok esetében pedig azért mondom, mert ők még akár azt is megcsinálhatnák, hogy ilyen öreg rókákra bízzák a dolgot, de akkor nagyon elcsesznék, mert egyébként ők jól keresnének, mint az öreg rókák, de nem biztos, hogy itt lenne még a Budafok, ahol.
Hát az MTK-nál pedig teljesen egyértelmű, ez a 7 plusz 1 játékos, és egyébként így ott vannak a tabellán, ahol, az teljesen egyértelmű, és az, hogy az Újpest 2 darab 22 év alatti játékos tud alkalmazni, az azt jelenti, hogy egyébként ezzel szokott a klub így jönni, hogy de hát a tulajdonos beleteszi a pénzét az utánpótlásba, meg utánpótlás, meg helyel, meg nem tudom, és akkor egyébként van egy másik utánpótlás, és a többi, csak mi a szarnak? Tehát ez a két 22 év alatti játékos, én nem, tehát hogy, és ők ilyen ritka fehér hollóként vannak itt, ez a két 22 év alatti játékos, tehát hogy is mondjam, hát, hogy magam alá ne csináljak, tehát annyit tudok erre mondani, rendkívül szép eredmény. Szóval annyit erről, hogy erkölcstelen módon, erkölcsi alapok teljes hiányában egyszerűen nem lehet építkezni sportban, mert a sport, ha hiszi, ha nem a klub, nem létezik erkölcs nélkül, erkölcsi alapok nélkül, valahol mindig visszaüt. És most nem akarok hülye példákat mondani, de mondok mégis. Győr. Az utóbbi egy-két évben, ami Nyíregyházán történik, ami a Fradinál történt egy pár évvel ezelőttig, ami most Fehérváron történik, ahogy kiesett a Loki, ami történt Diósgyőrbe. Ezek mind pont ugyanezek a történetek, és remélem, hogy mindenütt sikerül levetkőzni ezt az egész dolgot. Hát az Újpest meg ennek a hogy is mondjam, az állatorvosi lova, mert itt aztán minden megtörténik, de nagyon hosszú voltam, és erről a meccsről tényleg nem érdemes többet beszélni, ha csak annyit nem, hogy egyébként az Zalaegerszeg teljesen megérdemelten nyerte meg azt a mérkőzést, és ezúton is gratulálok nekik, hiszen megtették azt, ami az ő feladatuk, megnyerték a mérkőzést otthon egy gyenge csapat ellen. Köszönjük szépen, de szerintem Józsi nem engedi el, hogy az örök riválist ne hozza fel. Hallgatunk, Józsi. Hát csak egy tipikus momentum a mérkőzésről, amikor a Könyves Norbi és a Szántó együtt támadták meg az újpesti hátvédet, aki egyedül védekezett. Tehát ez én azt láttam, hogy a Könyves Norbira jellemző volt ez a harcosság, ez a, ahogy mondta is a Balázs régebben, tipikus Könyves gól, amikor fekvő helyzetből rúgja be a labdát. Ő pontosan ilyen csatár kell most az a Zalaegerszegre, és ez a mentalitás ez húzza magával. Nagyon remélem a Szántót is, aki szintén gólt szerzett. Hát ez a gólt a végén a Liszterszkitől, még a speaker se tudta a meglepődöttségét levetkőzni, hogy egyszerűen az öt és felesre beadom a labdát. Ha esetleg rossz volt a beadás, majd én megoldom. Hát amit a Szabolcs is mondott, ez a hogy mondták az üvegtigrisben, morálisan ingoványos talaj. Igen, erre céloztam. Úgyhogy ez valami elképesztő. Tudom, mit akartam egyébként. Meg akartam köszönni Tomasics Dávidnak a donétet. És nagyon szépen kérek mindenkit, aki esetleg donételne, az inkább a Patreonra. Nagyon szépen köszönünk minden támogatást, de a leírásban benne van a Patreonunk, és inkább oda, mert a YouTube-hoz nem férünk hozzá, és ha hozzá is férünk, majd a 60%-át elveszi a YouTube. Minden fillért nagyon szépen köszönünk. Még egyszer nagyon szépen megkérek mindenkit, aki támogatna, inkább a Patreon. Igen. Jegyezzétek meg, jól két Elvis van. Elvis Presley, meg a YouTube, mert a YouTube is csak Elvis. Oké, ennyit akartam, és gratulálok az Etének. Köszönjük szépen. Az Újpestet így. Én pedig akkor zárszóként, hogy Szabinak a poénját felülmúlja, mert kérdezed a Kroázát, hát valószínűleg Árnyékék meg igazoltátok, és Árnyéka önmagának is, tehát úgyhogy a lehető legjobb helyre került a fiatal. De várjál, most gondold el, hogy az ég a legegyszerűbb gép, ugye, vagy szerv, igen, most, és ha valaki még az égnek is csak az árnyéka. Szóval azért ott már, ott ahhoz már valamit le kell tenni. Na, vagy, igen, szóval, hát üljen árnyékék. Lehet. Igen, köszönjük szépen. Hát igen, bár többet és jobban tudnánk az Újpestről, és szerintem sokan, én is, mint vidéki szurkoló, és mint kisebb csapatok támogatója, én is azt mondom, hogy ideálisabb világban az Újpest az minimum dobogóra hajt, hanem a második helyre, vagy a bajnoki címért a Fradival karöltve, nem megbántva ezzel egy szurkoló csapatát sem.
De akkor, ha már megszólítottok a legnagyobb riválist, akkor nézzünk át a 9. kerületben, ahol szombat este igencsak érdekes mérkőzés játszott a Fradi Budapest Honvéd csapatával. Hát Józsi, azért engedd meg a gonosz kérdést, meg vagytok zavarhatóak, ha letámadnak. Igencsak. És mintha ennek a Honvédnak azért igencsak egy hét alatt megváltozott volna a játéka, felfedezhetünk azért tudatos elemeket, és tényleg most az egyszer, mintha tényleg kicsit zavarba hozták volna a Fradi védelmet. De hogy látod te ezt, mint fradista? Hallgatok. Én azt láttam az első fél időben, hogy úgy játszottunk, ahogy kell. A gólok nem jöttek, és a második fél időben átvette a kezdeményezést a Kispest, és ott viszont jött a gól, és ezért jó csapat a Fradi, mert egy ilyen játékkal is be tudja húzni az ilyen mérkőzéseket. Én megmondom őszintén, én a Honvédtól nem láttam tudatosságot, egy feltűzelt társaságot láttam, semmi egyebet. Volt két vagy három olyan, ugye a bal oldalon, ezt a Bale, Gain, hogy hívják ezt a srácot? Gale. Hát őtől láttam futballra emlékeztető jeleneteket, egyébként nem szoktam bírózni, 2-11-es elmaradt a kezezés miatt. Most én azt mondom, hogy ha az első fél időben megrúgjuk azt a három gólt, akkor nincs miről beszélni. De nem rúgtuk meg, a Kispest följött, a motivációs bomba hatott, ami egyébként a horvát felére jellemző, aki egy tök normális ember, amikor éppen nem kecskét áldoz. Én nagyon kedvelem az ő nyilatkozatait. De az, hogy nem tud azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon jó motivátor, én szerintem ő nem tud igazán egy klubfutballban dolgozni. Egy-egy mérkőzésre, egy-egy három, inkább azt mondom, 3-4 mérkőzésre egy társaságot igencsak fel tud tüzelni. Azzal, mert ő én szerintem egy jó ember, oda van a labdarúgásért, nagyon jó motivátor, de nem, ő nem alkalmas ilyen kluboknak a vezetésére. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki mit látott belőle, hogy milyen szervezettséget látott. Én nem láttam semmit. Azon kívül, hogy a játékosai elhitték azt, hogy itt ma meg lehet fogni a Fradit, és egyébként sikerült is volna. Csak ahhoz be kellett volna rúgni a helyzeteket, de ez nem történt meg. Az viszont, aki látta a mérkőzést, még így is az első fél időben olyan sebességkülönbség volt a Ferencvárosnál, hogy valami elképeszt. Tehát a Ferencváros javára, és nem is a futás teljesítményben, hanem a támadás felépítésében mindenki tudta, hol a helye. Hibákat követtek el a támadók, mert nem rúgták be helyzeteket, viszont rendszer szintű hibát nem vétett senki. És én úgy vagyok ezzel, mint a Rebrov, hogy ő is azt mondta, hogy igen, elégedett ezzel, csak a gólok nem jöttek. Rendszer szintű hibát nem vétettünk, viszont nem számoltak azzal a nagy adag motivációs bombával. Több elszántságot láttam, és több tudatosságot a Trezihez képest. Hát az biztos, hogy a Horváth Feri alkalmasabb egy csapat vezetésére, mint a Pisont, aki, mondom még egyszer, azon kívül, hogy egy kiváló labdarúgó, nem való edzőnek, felnőtt csapathoz. Tehát ő egy Kispesten, egy ifi csapathoz jó, elülteti a kispesti mentalitást, hogy igazán mit kell tudni a Honvédról. Nem tudom. Nem akarom megbántani a kispesteket, nekem ez a véleményem, és a Horváth Feri pedig nem fog szerintem hosszú időt eltölteni a csapatnál, mint ahogy eddig sem töltött igazán sok időt a csapatoknál. Drukkolnék neki is, mert egy fiatal, relatíve fiatal edzőgeneráció tagja, de én nem mondom, én nem látom. Azon kívül, hogy arra leszek kíváncsi, amikor majd föl kell építeni egy csapatot, és majd nem lesznek ezek a rutinos hátvigyelek, mit fog csinálni. Tehát az, hogy nem tudom, ki fog igazolni, lesz-e egyáltalán kit igazolnia. Az anyagiak rendben vannak a Kispestnél hosszú idő után, végre komolyabbat tudnának meríteni, de nem tudom. Én nem látom azt. Még simán ki is eshet a Kispest, megmondom őszintén. Nem lenne jó dolog, de sajnálom. Tehát én nem láttam benne semmi tudatosságot. Az biztos, hogy amikor azt mondta a Feri, hogy megérdemelték volna az egy pontot, nem érdemelték volna meg, mert nem voltak egyenrangú ellenfelé a Ferencvárosnak, attól függetlenül, hogy önmagukhoz képest, és az eddigi teljesítményükhöz képest
motiváltabban játszottak. És semmivel nem láttam többet, rengeteg volt a kis szabálytalanság, az elmaradt 11-esek, mi pedig nem rúgtuk be a helyzeteket, és ez azért rossz, mert nagyon rossz már fölpörögni úgy, hogy most már sajnos a játékosok is tudják, azért mondom, hogy sajnos, de a bajnokság szempontjából nem jó, hogy nagy valószínűség, ilyen 99% ez a bajnokság megvan. És én megint csak azt tudom elmondani, hogy az Uzunin láttam azt, hogy ez a srác, ez tényleg labdarúgó akar lenni. Ez, hogyha lenne közönség, imádná a közönség, hogyha fizikai valójában lehetne végre nézni. És nem is tudom, melyikőtök mondta, hogy nagyon hiányoznak a szurkolók, hát nálunk nagyon. Nálunk nagyon. Ja igen, Norbi. Nálunk nagyon-nagyon hiányoznak a szurkolók a csapatnak. Ezt egy-két játékos el is mondta, hiszen nálunk abból származik, ugyanúgy, mint a Diósgyőrben, a hazai pálya, az azt jelenti, hogy kim van mostani időkben mondjuk 10 000 ember, vagy 15 000 ember. És ez nagyon hiányzik a kapu mögött, az a tömeg, az a plusz fél gól mindig kell. A játékosokkal ugye egy hullám hosszon vagyunk. Tehát ez nagyon, a Ferencvárosnál nagyon fontos. Én elhiszem, hogy a kisebb csapatoknál, egy Felcsútnál, egy Kövesnél, egy Várdánál, meg olyan csapatoknál, akinek tulajdonképpen semmi keresni van ők az NB1-ben, ezeknél nem számít, de nálunk számít. Nagyon. És ez egyre inkább kijön. És ezért lenne jó, hogy végre legalább a fele társaság bemehetne, vagy az egyharmad közönség, mint ahogy régebben volt, vagy egy pár hónappal ezelőtt, hogy legalább ennyien bemehessünk. Nagyon-nagyon fontos lenne. Úgyhogy a mérkőzésre visszatérve, én azt mondom, rendszer szintű hibát nem vétettünk, nálunk is vannak motivációs problémák. A Tokmák más pozícióban játszik, ugye ezt mondták, hogy azért nem találja a gólokat, egy kicsit az Uzuni van előrébb tolva, mert egyértelmű, hogy őtőle várják most a gólokat. Nagyon várom azt, hogy a kis fiatal Katona végre bevethető legyen, mert nagyon-nagyon kell lennének a magyarok is. Várom a Gerát is, én szerintem a kupában ő fog játszani, azért is egy kicsit készültek erre a mérkőzésre, bár úgy érzem, hogy mi ezt a kupa dolgot ezt el fogjuk engedni. A Rebrova soha nem vallaná be, de szerintem igen. Úgyhogy nem is érdemes erről igazán többet mondani, mert nem volt egy akkora mérkőzés. Az egyértelmű győztesei voltunk, mondom, még egyszer egy motivált, hajtós, de gyenge ellenféllel szemben. Köszönjük szépen, Zoli, ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, utána pedig Norbi. Még mindig háttérzaj van, akkor addig meghallgatjuk Norbit, még Zoli összerakja a technikát újból. Oké, hát én azt szeretném mondani, hogy én szerintem nem volt kétség, hogy kinyeri ezt a mérkőzést. Egyértelműen gólok voltak egyébként a két csapat között ezen a meccsen. Szerintem sokkal jobban játszott a Fradi, mint a Honvéd. Viszont a Honvéd szerintem az elmúlt egy év legjobb játékával rukkolt ki. Én azt mondom, hogy ez már egy focira hasonlított, amit kitettek a pályára kispestiek. Voltak végre valamennyire kombinatív elemeket is tartalmazó formációk a játékokban, ami eddig nem volt. És hát azért továbbra is rejtély, hogy egy ilyen nevekből álló keret az épp hogy nincs kieső helyen jelenleg, ugye? Vagy kieső helyen van? Kieső helyen van a Honvéd, ugye? 11. a Honvéd. Segítsetek, léci. Már is nézem. 11. ugye? Igen. Kieső helyen van a Honvéd. Egy ilyen keret. Igen. Tehát azért ez meglepő. Hát én azt tudom nektek mondani, amit én láttam egyébként, hogy azért én a Józsival annyira nem értek abban egyet, hogy a Feri csak egy pár meccset tud beugrani, amúgy, mikor a Vidinél beugrott azért, ott egy elég rossz helyzetben lévő videóton tett, tehát és a második helyre azt hiszem be is hozta a Vidit abban a szezonban, amikor az egy jó szezon volt nála, de nyilván összességében többször volt rossz, mint jó kicsengése a történeteinek. Amit még tudnék mondani itt a mérkőzések kapcsolatban, és szerintem fontos, hogy én azért úgy érzem, hogy a Fradi a bajnokságot lehet elengedni, de szerintem rámennek a duplázások. Tehát szerintem mi nekünk szerdán végünk lesz, mint a Botnak. Jelenleg a Ferencváros annyira jól össze van téve szerintem, hogy ugye minden posztról jut két majdnem egyen képességű játékos, és ezeket rendkívül jól tudja forgatni a Rebrov. Tehát én azt látom, és azt gondolom, hogy hát már szerintem az is nagyszerű bravúr lenne, hogyha a hosszabbításra tudnánk elvinni ezt a mérkőzés szerdán.
de a realitás szerintem az, hogy simán ki fog majd esni egyébként a Fradi ellen, mert a Fradi annyira jó, és annyira kimagaslik a teljes magyar mezőnyből, hogy legtöbbször 60%-on pörögnek a Ferencváros játékos, és ez bőven elég a győzelemhez, és igazából ez csalóka lesz, és nem most lesz csalóka, hanem de nemzetközinél lesz csalóka, amikor ott majd lehet, hogy föl kéne pörögni, és nem fognak tudni felpörögni, mert a bajnokság nem adja meg nekik azt a fordulatszámot a mérkőzéseken, ami ott majd esetleg szükséges lehet. Hát meglátjuk majd, én viszont örülök, hogy Horvát felé visszatért, mert már is hallottunk nyilatkozatokat, szerintem mindenképpen egy üdítő színfoltja lesz újra az NB1-nek, még ő itt van, úgyhogy én nekem legalábbis óriási volt hallani, hogy magyarázott, és mondta, hát igen, hát már nagyon vártam, és már csak egy óra van kezdő rúgás, ez a legrosszabb, még egy órát várnom kell, már kezdődhetne is belőle, mit tudom én. Én szerintem nagyon jó ez a laza hozzáállás, szerintem nagyon szimpatikus nált hozzá az egész sztorihoz. Meglátjuk, mire lesz elég. Tény, hogy benne van a pakliba, hogy kiessen a Kispest, és nem is kicsit. Úgyhogy itt azért meglátjuk, mert ugye a Diós Győr elkezdett jönni fölfele. Én mondtam Zoléknak, hogy nem kell izgulni a három ajándékpont, hogy biztos, hogy jönni fog. Megmondtam, hogy ilyen korán jönni fog, de jött is. Úgyhogy hát a Kispestnek azért a sorsolását mindenképpen meg kell nézni. Tehát, és úgy néz ki, hogy ez az átok, ez így megmarad, hogy az elmúlt időszakban, hogyha új stadion, akkor kiesés. Tehát ez tényleg kezd úgy kialakulni, lásd haladás, új stadion, kiesés, ugye, sajnos ugye szegény szombathelyiek, de hát még sorolhatnánk a példákat. A Honvéd is jelenleg néz ki, efelé tart, hát meglátjuk. Még azért van 11 mérkőzésük korrigálni a hajó irányán, aztán meglátjuk, hogy az a hajó neki megy a jéghegynek, és elsüllyed, hogy ki tudja kerülni. Köszi szépen. Ebbe a kiesésbe van egy nagy riválisuk, azért ne felejtsétek el. Hát, ott azért több is van. Hát egy az biztos van, amiről én tudok. Sejtjük, kire gondolsz, Szabi. Hallgassuk meg közvetlenül az egyik riválist ilyen szempontból. Zoli, mondjuk te mindig azt hangozod, hogy utáltok mindenkit. Szerintem már egy csapat hackert is sikerült magatokra aranítani, aki a mikrofonodat megbabrálta. Na de nézzük, három a magyar igazság. Jó lesz? Jó lesz? Oké, gyerekek, hát akkor sikerült újjárnom az ördögön. Na, mit akartam? Ja, a Horváth Ferit akartam, hogy én amúgy őt nem tartom olyan rossz edzőnek. Tehát amikor itt volt Diós Győrben, elég szar volt a csapatunk, és jó, hát nem tudott belőle sokkal többet kihozni, mint ahogy senki más. Úgyhogy én amikor megtudtam, hogy ő lesz a Honvédnak az edzője, én akkor így elkönyveltem, hogy bent fogja tartani a Honvédot, még pont azért, mert a Vidivel is jól ment, emlékszek rá. És amit én mindig is a nevem elé írok, a Géresit ő fedezte fel. Tehát, hogy ő vitte fel a Vidinél az első csapatba, és azért a Géresi szerintem a magyar NB1 egyik, nekem az egyik legjobb játékosa. Tehát, hogy van szeme ehhez az egészhez neki. Függet, hol játszik ő most? A Felcsút. Felcsútnál, és játszik. A főnök csapatában, így van. Igen, úgyhogy nem mintha nem elférne a Vidibe tovább. Azért kérdezem. Tehát, hogy igen, úgyhogy, na mindegy. Amúgy tök jó, emberileg nagyon-nagyon korrekt volt velünk, amikor itt volt, sokat találkoztunk velem, így, tehát hogy nem csak ilyen hivatalos találkozókon is, hanem amikor unatkozott, akkor összejöttünk kajálni, dumálni fociról, erről, arról, tehát nekem én abszolút jó véleménnyel vagyok róla, tehát én nem temetöm őt, és mondom, én úgy érzem, hogy a Honvéd megmenekült vele, tehát nem lesz az, hogy most Horváth Ferivel kiesik a Honvéd is, úgyhogy szerintem pont, hogy ő fogja bent tartani, és fura lesz ezt tőlem hallani, én remélem, hogy sikerülni fog neki, mert én azt gondolom, hogy pont ő egy olyan edző, akinek már kijárna az, hogy legyen egy jó csapata, és egy hosszú, hosszú időszak alatt tudjon ott valamit alkotni, és azért emlékszek, hogy a Balmazzal is azért úgy estek ki, hogy azért elég necces volt az a szituáció, egy utolsó percben elvett gól volt végül is, ami őket ejtette ki, és minket tartott bent, úgyhogy az nagyon... Meg a hülye szabály, hogy a nem az egymás ellen eredmény meg a gólarány számít, hanem a több győzelem. Ott igen, már igen. Nagyon ment a hiszti. Igen, igen. Na mindegy. Szóval, hogy én sok sikert kívánok neki, meg mindent. Tehát, hogy én abszolút nem írnám le. Nem tartom őt egy rossz edzőnek. Úgyhogy szerintem... Persze jó, tud jókat nyilatkozni, meg hülyeségeket nyilatkozni, de azért, amikor beszéltünk Zoli nálad az elején, Feckó is jó edző volt. Hát igen, de most már nem jó edző. Horváth Feri meg nekem még mindig jó edző. Na mindegy, szóval amikor beszéltünk vele,
akkor azért úgy átjött nekem, hogy így azért átérzi a szurkolói lélektant. Tehát, hogy így nagyon-nagyon vissza a cseng a fülembe, amikor mondtam neki, hogy hogy örülnek a szurkolók, hogy ő lett itt az edző, és akkor mondta, hogy jaj, várjál pár meccset, utána majd a lámpavasra akarnak felakasztani. Tehát, hogy így azért érezte, hogy mi a szitu. Idiós Győrben, meg hát játékosként azért nem vitassuk el tőle, hogy azért egy rohadt küzdős játékos volt, és fontos gólokat szerzett a válogatottba is. Na persze, ez nyilván nem mutatja azt, hogy ő jó edző lesz, vagy rossz edző lesz, de ezek alapján, tehát ezeket én azért nem tudom elfelejteni egy volt játékosunknak, akinek egyébként is kedveltem a játékát. Na mindegy, szóval, hogy én eddig azt mondtam, hogy a Honvéd fog kiesni, de most ezt abszolút megváltoztatom, és szerintem nem fog vele kiesni a Honvéd. Úgyhogy csak ennyit akartam, és örülök, hogy visszajött a hangom, mert szeretem hallani a hangom, mert nagyon jó hangom van. Sőt, a hangom is nagyon jó. Azt rögtön sejtettük, lassan át is adjuk. Jaj, de gyerekek, várjatok, már még egy valamit akarok mondani, hát ezt, mert ugye én jeleztem a Nyíregyháza Eto meccsnél, hogy szeretnék beszélni, de senki nem foglalkozott vele. Erről a mikor volt az, erről az üvegtigris jut eszembe, amikor mondja, hogy megcsalt. Jó, de mikor? Szóval, hogy jeleztem, hogy én nem tudtam, hogy a Nyíregyháza meg a Győri ilyen nagy ízét cimborák, és hogy szeretném javasolni akkor a tankcsapdának, hogy az üljenek a tirek ölébe a srácok, a győri srácok, ezt írja át egy ilyen nótává, és akkor ezt játsszák be minden meccsen. Hát figyelj, Zoli, ennek az az oka lehet, hogy elég messze vannak egymástól. Ja, akkor igen. Szerintem is, tehát nyilván számít, hogy messze vagyunk meg, hogy egymás köreit nem igazán zavartuk. Tehát szerintem ez mindig jót tesz egy kapcsolatnak, hogy nem kerültünk szoros munka kapcsolatba egymással. Lehet, de egyébként nem akarom visszarátogatni az MB2 démonát most ide felső házba, mert itt ez nagyon fenyegető nekem erről beszélni, úgyhogy mehetünk is tovább. Majdnem sikerült elérned. Egyébként itt csak itt zárszó, hogy jelent, igen, az mindenképpen abszolút elmondható, hogy a Horváth Ferenc egy üde színfoltja minden tekintetben a magyar labdarúgásnak. Sajnos neki nincs olyan szerencséje, mert hát igazából nagyon szigorúan véve két csapat kiesése és az ő nevéhez datálható, bár a haladásét nem szokták ráfogni, mert ez egy hosszabb folyamat eredménye, és ő már csak a végén volt benne. Minden esetre elmondhatjuk, hogy egy Budapest Honvédre szükség van az első osztályba. Csak hát elnézve a mostani tabellát, ez a picit klasszikus kifejezés, hogy melyik ujjamat harapja meg, hogy ne fájjon. Tehát kihessen ki, hogy maradjon bent tradicionális csapat. Hát most higgyétek el, mi lennénk a legboldogabbak, ha az a hátsó csapatok egy Mezőköves, egy Paks, egy Kisvárda, még egy Budafok lenne, de sajnos a nagy csapatok nem így gondolkodnak. Viszont akkor térjünk át a forduló szurkolói szempontból csúcsmérkőzésére, ahol hála az égnek két szurkolótársunk is képviselteti magát. Hát ez a mérkőzés, ezt így alapjaiban normális esetben ez egy sima hazai 3-1-re gondoltuk volna, de hát jött a válogatott formába lendülő Georgi Grozav. 2-t bólintott a maga 178 centivel. Nem tudom, ki kezdi, urak? Kinek fáj kevésbé? Norbi úriember, jó házigazda, Zoli, ismét tiéd a szó. Ó, köszönöm szépen. Bólintott, hát vagy fel se kellett ugrani a második gólnál, azért itt ezt megjegyezném. Hát, hogy így majd megnézitek, nulla emelkedés volt, egyszerűen csak ott állt, ráesett a fejére a labda, és gól lett. És az sem igaz, hogy olyan országos egyesnek kellett volna lenni, szerintem ezt Norbi is megerősítheti, hogy szerintem az elmúlt időszakban talán a Diós Győr volt, aki a legtöbb borsot tört a videóton óra alá, nem? Így az úgymond alacsonyabb költségvetésű csapatok között szerintem előfordult azért az, hogy sikerült meghúzgálni a videóton bajszát, de mindegy. Hát ugye én nem örültem annak, hogy most edzőváltás lett a Vidinél, vagy hogy leváltották az edzőt, mert edzőváltás nem lett végül is. Mert ilyenkor mindenki megtátosodik, hát szerencsére most a Vidi nem tátosodott meg. És hát jó, persze Diós Győri szurkók nem nagyon könyvelték el a 3 pontot, de az egyet se a Vidi ellen. És viszont, ha nézegetjük a tabellát, akkor nekünk óriási szükségünk volt erre a 3 pontra, mert ha most nem nyertünk volna, akkor tényleg szerintem már annyira lemaradtunk volna, hogy egyszerűen szerintem már beláthatatlan lett volna. Persze, hát soha nem mondtuk, hogy soha, de a magyar fociban mindig vannak csodák. Na mindegy, hát elmentünk Fehérvárra, megvertük a videót, ott aztán hazajöttünk, végülis ennyi volt a rövid történet az eseménynek, ami, hagyj gyerekek, ezt elmondom, pénteken vettem egy új tévét, na mondom, milyen frankó lesz,
felveszem a meccset. Valahogy éreztem, hogy ezt a meccset fel kell venni. Nem szoktam felvenni egyébként a meccseket, de mondom, most ezt felveszem, aztán majd, ha lesznek... Olyan milyen tévét lehet... vettél videóton? Azt kellett volna, mert beállítottam, hogy vegye fel a megfelelő csatornát a megfelelő időben, ülök a tévé előtt, és nézem, hogy hát már a meccsnek kéne mennie. És ez bőszen vette fel a Paramount Channelről a Terminator Genesis című filmet, és így néztem, hogy most mi van? Tehát beállítottam, hogy mit csinálj, de nem azt csinálta, úgyhogy szombaton délután vissza is került az áruházba, ahonnan elhoztam, tehát hogy egy bojkottált, hogy felvegyem a meccset. De az semmi nem volt, utána kerestem a csatornák között ezt a rohadt M4-et, és ahol azt írta, hogy M4, megnyomtam, és bejött a Pax TV. Hát itt már teljesen idegosszajomlásban voltam, úgyhogy azt kell csinálni, mert volt 160 valahány csatorna tévén, és egyenként végig kellett nyomnom, hogy végre elkerüljek, valahol megtaláljam az M4-et, valahol a végén van természetesen, úgyhogy sikerült azért 2-3 perc késéssel becsatlakozni a meccsbe, és nem is kell sokat várnom, mert a 8.-9. percben már jött is a hideg zuhanyként a videótongól. Ami nem tudom, Norbi, nálunk azt mondják, hogy a kapusnak ott ki kellett volna jönnie, vagy akármi, de én nem éreztem úgy, hogy ott ki kell jönni a kapusnak. Szerinted ott ki kellett volna jönni? Szerintem azért ez a szabadrugás azért jó föl volt téve oda a stopira fejére. Tehát az biztos. Tehát azért ilyen jöhetett volna a kapus, igazából maximum sérülést tett volna belőle mind a két oldalra, és még talán lehet, hogy még akkor lap 11-es, szerintem egy nagyon jó belőbbölt szabadrugás volt. Egyébként a videótonnak a jó megmozdulásai körülbelül ennyibe kiismerültek a mérkőzésen, de majd a jövök én majd álmod. Na mindegy, szóval, hogy én nem gondolom, hogy ez kapus hiba lett volna, de azért elég hideg zuhany volt, hogy már 9. percben megy a vidi, akkor azért így azt mondtam, hogy hú, hát azért ez rohadt nehéz lesz a videótor ellen, még akkor azért nem látszott az, hogy fognak játszani, de ezek után egy kicsit így feltámadtunk, és voltak olyan zicsereink, amit így nem is nagyon értettem, hogy kerültünk el ilyen gyorsan a vidi kapujához, meg azt sem, hogy lehetett ezeket kihagyni. Utána volt az első fél idő vége felé azért ez egy ilyen oda-vissza játék volt, tehát a vidinek is voltak nagy helyzetei, amit ők is szintén kihagytak, nekünk is volt, amit mi is szintén kihagytunk, és ennek és itt jött megint az, hogy megint van a kommentátor, érted a meccs alatt, és akkor mondja, hogy a vidi eldönthette volna a meccset, meg hogy és akkor nyomják, érted, hogy de bakker, hát nekünk is ott 2-3 olyan helyzetünk, hogyha berúgjuk, akkor mi döntjük el, tehát hogy miért van ez, hogy nem tudnak egyszerűen objektív módon közvetíteni egy meccset. Egyébként a doktor Horvát volt a stúdióban a meghívott szakértő, és mondjuk legalább ő azt mondta, hogy hát a Vili eldönthette volna a meccset, de a Diós Győr is eldönthette volna a meccset, úgyhogy végül is ő valamennyire objektíven közelítette meg. Na mindegy, jöttünk a második fél időre. Gyümöszölték ott egymást a csapatok, egyébként elég pontatlanul játszott mind a két csapat, viszont a miénk az jól játszott. Hát most én nem tudom, hogy mi volt, hát hogy most tényleg kezdik már ezek a játékosok így megérteni egymást a pályán, vagy kezdenek egy kicsit összeszokni, de most szerintem elég jól ment a csapat. Tehát, hogy azért olvasgattam az oltalan a kommenteket, és azt mondták a szurkolók is, hogy ha még kikapunk is, ez a játék azért már vállalható. Tehát, hogy látszik benne előrelépés. Ekkor azért még nagyon nem éreztük azt, hogy ez így meg lehet ez a meccs, bár sokan írták, hogy új, de meg lesz, meg nyerünk, meg minden. Én azért kicsit visszafogottabb voltam. Aztán jöttek a cserék, bejött ugye Drazics, bejött Grozov, meg aztán később bejött Ivanovszky, bár vele azért egyel kevesebben vagyunk folyamatosan. És hát jött hirtelen két gól, ami szerintem szinte egyik a másiknak a másolata volt, mert kb. Ugyanaz a szituáció volt, a szélen, a jobb szélen elfutottunk, jött egy jó beadás, Grozov meg befejelte. Itt azért kiemelném a Grigicsnek a beadását, ami egyszerűen az első gólnál annyira szuperul volt betekerve, lágyan a Grozov fejére, tehát hogy az egy mesteri beadás volt. Egyébként az a Grigics az egész jó játékos, tehát hogy jobb védőbe kezdett, aztán most már jobb szélsőt is játszik, meg nem tudom már micsodát, tehát hogy nagyon jól futkosott a szélen, látom, hogy sokszor próbálkozik cselezéssel is, ami időnként össze is jön neki. Na mindegy, ez a beadás, ez gyönyörű volt, Grozov befejelte, pak. Hú, mondom, mi van ezzel a Grozov gyerekkel, hát azért nem rúgdossa a gólokat, főleg nem fejelgeti a gólokat, azért nem ez az erőssége.
és hát szinte középkezdés után, mit tudom én, következő támadás, megint ugyanaz, gól. Aztán már én néztem, hogy mi van, gyerekek, hát most tényleg már most megvertük a Vidi védelmét kétszer fejjel, tényleg a 1,70 magas Grozav úgy fejjel, hogy fel se kell ugrania, hogy itt azért elég nagy zavar van a Vidi védelménél, főleg úgy, hogy megették kétszer ugyanazt a szituációt szinte. Szóval ez azért megmutatta, hogy ők azért eléggé szét vannak esve. Azt azért nem mondanám, hogy hú, de szar volt a Vidi, meg hogy... Tehát, hogy ők próbálkoztak ők, csak valahogy nem volt ebbe az egészbe rendszer abban, amit csináltak. A cserejátékosok sem nagyon tudtak lendíteni a játékukon, ami mondjuk fura volt, hogy a Nikolic beállt, és kb. Semmit nem tudott hozzátenni. Beállt ez a Rus is, ez is szerintem akár maradhatott volna az is, aki helyett feljött. Tehát, hogy nem tudtak ezek a cserejátékosok hozzátenni a játékukhoz. És hát azért utána rákapcsoltak keményen, azért utolsó 10-20 percre azért keményen odatoltak minket a kapu elé, azért azt tudtak sebességet váltani, de megint csak meddő volt, mert azért nyilván védekeztünk, mint az egész csapat, hát Grozav ott a saját 16-osunknál szerelt, nem is egyszer. Tehát, hogy Grozavtól is olyan hozzáállást, meg mentalitást láttam a pályán, amit egyébként még nem nagyon mióta itt van, pedig hát ugye azért ezt kellene neki mutatnia, bár nem feltétlenül a védekezésbe kéne, hogy erős legyen, na mindegy. Szóval, hogy tényleg védekeztünk hősiesen, és ugye ebbe azért benne van az a lehetőség, hogy egyszer csak elcsípünk egy labdát, és lekontrázzuk az ellenfelet, és hát ez össze is jött, sikerült egy ilyen labdát elcsípni a 16-osunknál, azt hiszem egy szöglet után, és a Drazsics nagyon jól rávezette a hangyára. Ott azért volt egy kis szerencsénk, bár a hangya szerintem árnyéka önmagának. Én a videótonnál, és a Vasasnál én nagyon kedveltem a játékát, én nagyon nagy tehetségnek tartottam, de így a videótonnál most nekem nem nagyon mutatja azt a tudását, amit én akkor láttam tőle. Na mindegy, szerencsénk volt, visszapattant a Drazsics elé, és ő meg keresztül passzolt a Grozavnak, aki viszont... Tehát ami nekem a halálom a magyar pályákon, amikor ugyanez a szitu van, hogy egy az egyben viszik a játékosok a kapusra a labdát, és látod rajta, hogy nincs fejben meg neki, hogy mit akar csinálni. Hogy viszi, agyal, hogy hova rúgjam, mit csináljam, szinte látod, hogy tanácsolna, egyébként nálunk Novotny volt ebben nagyon nagy zseni. Tehát ő nála átvette a labdát, vitte a kapusra, akkor látta, hogy te jó Isten, ennek fogalma sincs, hogy ez mit akar. És vagy belevezette a kapusba, vagy elrúgta a fenében, na mindegy. Grozavnál ezt nem látta. Tehát szerintem ő átvette a labdát, és kb. Tudta, hogy mit fog csinálni, és ezt olyan hanyagul megcsinálta azt a testjelet szerintem a kapusnak, hogy simán bepasszolta. Tehát nagyon-nagyon jól játszott, meg motivált volt. 3 gól, egy fél idő alatt, sőt, egy fél idő alatt, vagy nem tudom mennyit játszott. De nagyon jól oda tette magát. Hát jó lenne, hogyha minden meccsen tudná hozni ezt a mentalitást, nem azt, hogy 3 gólt lőjön. Nem is. Megint nem jó. Ajjaj, megint meghűlt ez a dolog. Addig hallgassuk meg Szabolcsa. Igen, pont azt akartam mondani, hogy addig kitöltöm így a rendelkezés. És most hallottok-e? Igen, most igen. Most átkapcsoltam a másik mikrofonra. De hol jártam? Meddig hallottatok? Tegye fel a kezét, aki nem hallott. Grozav is a mester. Mindegy, szóval Grozav jó volt, de azért még ne legyünk ott, hogy majd most válogatott lesz, meg hogy minden meccsen gólt fog rúgni. Hajtott a csapat, küzdött mindenki, tényleg. Ez olyan játék volt, amit letettek a pályára, amit a Diósgyőrtől elvártak a szurkolók. Tényleg nem lazsált senki, nem kamúzott senki, nem csalta a focit senki. Ivanovszki egy kicsit csalta, de hát ő mindig csalja. Tehát, hogy vele tényleg nem vagyunk előrébb. Tehát ő nem fog már szabadrugást kapni szerintem a hátralevő életében magyar pályán soha, akkor sem, hogyha ketté rúgják a derekát, tehát neki nem fognak már szabadrugást fújni. Hiába fetreng, úgyhogy én nem bántam volna, hogyha most elköszöntünk volna tőle. Én kicsit reménykedtem, hogy ez meg fog történni, nem történt meg. Mindegy, szóval ez van, így nyertünk, nagyon kellett ez a 3 pont, mert ezzel most felcsillant az esély, és hát nem mondom azt, hogy most minden gyönyörű, meg minden szép, mint ahogy a Fradi elleni győzelem után sem mondtam azt, hogy most hú, de milyen jók lettünk, hanem akkor is azt mondtam, hogy az elkövetkezendő meccsek árazzák be azt a győzelmet, hát az sikerült beállózni majdnem nullára.
De most megint azt kell mondanom, hogy a Vidi elleni győzelem az akkor lesz értékes, hogyha mondjuk hétvégén a mezőkövetet is meg tudjuk verni, mert akkor viszont tényleg lehet, hogy már kicsit feljebb tudnánk lépni ezen a rohadt tabellán, és egy kicsit nyugodtabb lenne mindenki. Úgyhogy én ennyit tudok erről a mérkőzésről elmondani, de hallgassuk meg Norbit szerintem. Mielőtt Norbinak átadjuk, bocsánat, az utolsó fél órára az összes maradék időt, előtte azért még szerintem Szabolcsnak, illetve Józsinak egy rövid gondolat erejéig. Igen. Adjuk meg a szót. Igen, én rögtön két rövid gondolattal kezdem. Az egyik a hangyával kapcsolatos. Én szerintem ő próbálja már meg focizni, és ne vigye tovább azt a hagyományt, ami az ilyen alattomosságra, meg szabálytalankodásra, meg ellene eljátszott szabálytalanságokra épül, mert önnek sokkal jobb focista, és tényleg kezdjen el futballozni, és akkor jönni fog az, amit sokan egyébként tényleg a Vasasnál látunk tőle, le kell mondani ezekről a hülyeségekről. A másik dolog, amit Zoli említette, elsőre nekem is furcsa volt, hogy hát de hát miért lenne adekvát, hogy mondjuk a Diósgyőr bármikor megverheti a Videotont, hát megmondom, hogy miért. Mármint, hogy megmondom, hogy miért adekvát, hogy egyébként megverheti. Az utolsó 5 meccset nézzük, akkor a Diósgyőr 7 pontot szerzett, a Fehérvár pedig 1-et, és hogyha az utolsó 10-et nézzük, akkor sincs nagy különbség, akkor már ugyan a Fehérvárnál van az előny, de 11 pont versus 10. Tehát igazából az utóbbi idők formája alapján azt kell, hogy mondjuk, hát kinél sajnos, kinél nem sajnos, ezt mindenki a saját maga beállítottsága szerint eldönti, de hogy igazából előzményeket tekintve nem volt különbség a két csapat között, sőt, tendenciájában nézve inkább a Diósgyőr nézett volna ki ilyen alapon esélyesebbnek, bár én sem gondoltam, hogy ezt a mérkőzést meg fogják nyerni, teszem hozzá, tehát ezt így utólag okoskodom. Józsi? Tényleg két gyors gondolat. Az egyik az, hogy hogyha valaki a tabellára néz, azt várta volna, hogy pontrugásokra próbál majd, és tördeli a játékot, tehát pontrugásokból próbált gólt szerezni a Diósgyőr, és az a lényeg, hogy 3 akciógólt lőtt, és az utolsót lőtte csak kontrából. Én ezt baromira nem vártam. A másik, hogy ugye kétszer fölépítette ugyanazt a támadást, pont a jobb oldalon ezt a háromszögjátékot, és végre láttam 2 olyan beadást, itt annak idén a Fenyvesi Mátéval készítettem egy interjút, ahol a Máté bácsi elmondta, hogy kell beadni. Úgy rugott alá a labdának a srác, hogy úgy pörgött vissza, hogy azt nem lehet fölé fejelni. Ezt annak idején baromira be kellett gyakorolni, és most láttam évek óta talán először ilyen beadást, ami úgy pörgött vissza, hogyha ráesik a fejedre, akkor nem tudod fölé fejelni. És ez nekem ez volt a mérkőzésnek a csúcspontja, úgyhogy ezt nem is értettem, hogy ezt a támadást 2 percen belül hogy lehet ugyanúgy beszopni. És ráadásul úgy, hogy a Videoton évek, tehát nem most szalasztották össze azt a társaságot. Nekem ez volt a furcsa, és a meglepő, hogy nem kontragól, hanem akciógólokat lőttek a pontrugások helyett. Ennyi. Köszönjük szépen. Hát akkor igazából, ahogy már meséltük, meg felvezettük, én annyival kezdenék Norbi esetében, hogy természetesen nem azért vagyunk itt, hogy Norbin, illetve a Videótonon köszöröljük a nyelvünket. Én egy olyan kérdéssel indítanék, hogy ugyebár a Szalai Tamás volt a megbízott edző, és ahogy én néztem a statisztikáját, a Tamás már a 3. edzőnél másod edző, tehát már a Carillónál, a Nikolicsnál és a Mártonnál is edző volt, és ahhoz képest most már a védelemtől megszoktuk, hogy ez baromi nincs összerakva, de most már a támadójáték is borzalmas volt. Mi történt, Norbi? Te hogy láttad ezt? Hát először is köszönöm, hogy átadták a gondolataitokat. Valamennyi gondolat az egyetértek vele. Elsőként is nyilván mögöttem látható kép, ugye szoktuk mondani többet, mond ugye 1000 szónál, nem látjátok, lejjebb csúszok, az X és a Visztát Kovács Zoltán az itt mindenkinek teljesen világos, hogy milyen üzenetet fogalmaztak meg a szurkolók. Ezt itt szerintem így egységesen a szurkolók nevében kijelentettem. Ha valaki nem így gondolja, akkor ő nem, de szóval a szurkolók nagy többsége így gondolja. Hát nézzétek, ugye a kezdő összeállítás már nem értettem megint, tehát Kovács a kapuban, akinek igazából megint olyan gólokat kapott, hogy talán az egyik volt az övé,
az egyik, a második beívett labdát azt szerintem lehetett volna szedni, de másik két gólról nem tehet. Tehát igazából a kapusposztot megint nem lehet elővenni. A védelem 5 védővel átjáróház volt, tehát igazából a Diósgyőr a játék minden elejében jobb volt, mint a videóton, kivette a labdabirtoklás. Szörnyű, ezt kimondani, hogy a Diósgyőr jobb volt minden elemében a játékban az én csapatomnál, mert ezt nem szoktuk meg az elmúlt időszakban a videóton Diósgyőr mérkőzésekre, hogy ennyivel jobb a Diósgyőr. Tehát egyszerűen jobb volt a Diósgyőr. Hát maga a felállás az ugye olyan volt, hogy a Funsó nem játszott, ez a csuklós buszgrúz megint kezd, nem értem. Nikolicsot nem játszhatják, az Istenért nem játszhatják, 5 perces az embert. Hát Szalaira én azt tudom mondani, hogy ugyanott folytatta a Márton abban. Tehát ugyanaz a filozófia, az a alibi felfogás, az első 20 perc volt fotball, aztán hello. A 60. perc vagy 70. perc körül pedig erőlétben is elfogyott a csapat teljesen. Össze-vissza rongáltak a pályán. Ugye már korábban is beszéltünk. Itt egy ember van, akit idegesített az egész, Fiola Attilának hívják, ezt megint bebizonyosodott, hogy őt idegesítette az egész. Rajta látszott, Ordibár idegbeteg volt, tényleg. Őt látszik, hogy ez az egész szituáció idegesíti. De megnézitek a többi játékost, alibiznek, nem érdekli őket. Úri olyat árugott a Diósgyőri játékosnak, hogyha kiállítják. Szóval nem lehetett volna. Petriák is nem tudom mit kóválja a pályán a második félidőnél, azt hiszem 1-1-nél, 1-0-nál kap egy labdát a félpályánál, 1-1-ben van a védővel, gyorsabb, 5 méter előnyben van, sutoléri a védő, be kellett volna gyalogolni, be kellett volna verni 2-0, azt hello, ehelyett nekiáll, Tiltoli visszahúzza a 16-osnál, persze visszajött mindenki, nem lebből lesz semmi, de tényleg, tehát a Stopirát megdicsérem a góljáért, mert szép volt, szóval szépen befejezte, ez egy gyönyörű. Az tényleg egy fotballra emlékeztető momentum volt, és így a 20. percig azt is tudom mondani, hogy tényleg egy relatív jó fotballt játszottunk, addig a Diósgyőrt nagyon nem engedtük a kapuja a kapunk elé, egyszer-egyszer át tudtak jönni, de nem volt komolyabb lehetőség a vendégeknek. Sőt, én úgy érzem, igazából az első fél, de nagy részében is a videóton irányította a mérkőzést. Ez így eddig rendben is volt, és a fél időben megint történt valami. Nem tudom, mi történt, mi történhetett, mi nem történt. De a Diósgyőr teljesen más felfogásba jött ki a második féldőre, az elején még a Vidi úgy, ahogy tudott menni, és hogy mondom nektek, ugye kaptunk 2 perc alatt 2 gólt, egy 80 alatti játékos fejjel 2 gólt, egy 5-ös védőfala ellen, hát szerintem mindenki vonja le a konzekvenciát, tehát továbbra is nincs védelem a videótonnál, a kopasz úriember szerint meg vagyunk, oké. Okay. Nem tudom, hogy vagyunk meg, igazán elmondhatná, hogy hogy gondolja, hogy meg vagyunk, mert szerintem egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát Muszlió is formán kívül van már, hiszen ő sem játszott az első pár mérkőzésen. Lyukat fejjel az a gól előtt. Nem is értem, hogy lehet így fölmenni ilyen ütemtelenül egy fejelésre. És amikor már elment a labda, ő akkor ért oda. Nem is értem. Tehát teljesen, ez már nem hullámvölgy, hanem ez már egy szakadék. Tehát itt zuhan a szekér lefele, és nincs, aki megfogja. Nincs, aki behúzza a féket. Én azt gondolom, hogy az, amit látunk, ez nyilván Márton Gábor felelőssége is volt egyértelmű. Bár ne feledjük el, hogy 45 percre volt attól, hogy ő Isten király legyen, és bevigye ezt a csapat az Európa Ligába, ezt ne feledjétek el. Aztán rá 2 hónapra mekkorát fordult a világ, és azóta egy lejtmenet van megint. De azért itt talán nagy felelős ennek az egésznek Kovács Zoltán is. És emellett nem mehetünk el szó mellett, mert ezt a minőségi játékos keretet ő rakta össze Russokkal, meg Zivzivadzékkal, meg ilyen tényleg tököm se tudja, hogy milyen no-name játékosokkal. Tehát ezek a játékosok nem idevalók. Nem ütik meg az NBA színvonalát. Tehát egy Russ Adrián mit csinál ebbe a csapatban? Egy Zivzivadze mit csinál ebbe a csapatban? Funsó mit csinál ebbe a csapatban? Pinto mit csinál ebbe a csapatban? Tehát ezek a játékosok mit csinálnak itt? Ezek nem NBA-es fotbalisták. Idehoztuk ezt az Evandrót is, 3 mérkőzés után térdműtét. Tehát ilyen játékosokat minek hozunk ide? Hát ez nonsense, zero. A klub kommunikációja, hát az már mínusz 10-es, magasról leszarják a szurkolókat. Tehát olyan szinten, hogy mióta Gresso elment, addig legalább valamilyen szintű kulturált kommunikáció volt a klub részről, de időt az új csávó az MLS-től, zero. Semmi nincsen. Tehát le akartam mondani a Rakov elleni edzőmérkőzést Lengyelországban, amikor Rakov 100 éves lesz,
és a videótont hívták meg barátságos mérkőzésre, ő le akarta mondani ezt a meccset, hogy a videóton nem megy el a korona miatt, adjátok már ezt. Nyáron. 40 fokba. Aztán annyira fölháborodott a nép, hogy végül is úgy néz ki, hogy ez megváltozik, de klubnak a kommunikációja, csak a sablon nyilatkozott meg. A Ferencvároshoz látogattunk a Magyar Kupában. Az, hogy ki az új edző, másért nincs edző a csapatnak. Gyerekek. Fej nélkül mit csináljanak? Ez így lehetne mondani, értem. Tiszta ilyen fej nélkül lovas effekt. Nem értem. Tehát, és akkor persze mennek a nevek, dobálóznak a nevekkel. Most ugye a legújabb az, hogy állítólag a Szabics Imre lesz a vezetőedző. Ez a legújabb hír, pletyka, ami most egyre erősebb már. Én nem tudom már. Tehát én azt mondom, hogy itt Kovács Zoltán itt kinevez egy edzőt, aztán őt meg nyáron kirúgják. Ennek mi értelme van? Tehát Kovács Zoltán is nem tudom, mire vár, mit sütögeti a pecsinyét, hát lépjen már le. Tehát most már azért mindenkiben van rárágva kellőképpen, és most már eljutottunk olyan szintekre, hogy most már a székesfehérvári polgármester is azt kommunikálja hivatalos csatornáin, hogy most már ő sem érti, hogy mi történik itt, és valamit próbál majd tenni az ügy érdekében. Hogy valami történjen, mert ez méltatlan a városhoz. Tehát most már azért ebből politikai ügy is lehet, hogyha hosszú távon ez így van, mert azért a Cserpalkovicsot is bele fog állni a sztoriba. Mert annó a fehérvári jégkorongnál is beleállt a sztoriba, jól emlékszem, és a fehérvári jégkorongot látjuk jelenleg, hol van, fix rájátszós helyen van az Ebelben, egy elég jó csapat összerakódott ott. Nyilván ott volt olyan, hogy az idősebbik Ocskai azt mondta, hogy gyerekek, nincs játék, nincs eredmény, akkor mínusz 30% a fizetésből. Hirtelen lett játék. Tehát azért mondom nektek, hogy itt nagyon nem stimmel, valami van a háttérben, amiről mi nem tudunk. Tehát ilyen mély repülés nem létezik. Hogy 7 meccsből 1 pont. Vagy 6-ból, tök minden. Ez egy akkora mérepülés, ami hát most lehet, hogy nem fogjátok elérni, amit én mondok, de hogyha ez még folytatódik fordulókon keresztül, nagyon hamar befigyelhetünk a kiesés elleni harcba. Nagyon hamar oda kerülhetünk. Hát 3,5 meccsre vagyunk a fix kieső Honvédtól. Mert a Honvéd nyert volna egyébként, akkor már kevesebb, mint 10 pont előnünk lenne a kiesés, kieső helyről. A dobogó az meg más virág, mert hogyha a hétvégén olyan eredmények vannak, akár a 7. helyre lecsúszhat a videóton a hétvégi forduló után. A 7. helyre. Azért ezt itt mindenki azért így vonatkoztassa el magában, hogy azért egy akkora szintű zuhanás van, hogy ez már hát eléggé vicces. Az ultrák is üzentek egy jelképes képpel, most ezt nem fogjuk betenni, és nem fogom elmondani, az RBD Ultrász oldalán megtaláljátok. Eléggé világos az üzenet szerintem, és én azért is mondtam korábban azt, hogy ha lennének nézők, akkor itt egy pár játékosom már nem menne rajta a mez. Mert hogy letibálták róla ők, az biztos, hogy letépték volna róluk a pályán, az is biztos. Tehát vannak olyan játékosok, akik olyan szinten méltatlan teljesítményt nyújtanak a videótonhoz, vagy tök mindegy, egy futballklubhoz, amit mondjuk emberek ezrei, tízezrei szeretnek, ami nem fér bele. Ez egy tipikus zsoldos játék. És én vállam a véleményem, az Ivzivádze például pont egy ilyen játékos. És engem baromira nem érdekel, hogy honnan jött, miért nem játszik jól, stb. A Nikolic lehet, hogy már fáradt, lehet, hogy nem bír 90 percet, de legalább fotbalozik, és érzelmek vannak az arcán, és látszik, ha nem sikerül valami, tisztatja többieket. Az Ivzivádze mit látsz? Kihagyja a kihagyhatatlant is. És most is volt egy olyan, hogy belőtték keresztbe a labdát, 5 méterre volt a kaputól, és rúftat rúg. Vagy egy ütemel elkésik, tök mindegy. Ilyenek nem férnek bele. Egy olyan csapatnál... volt szerintem, 1 méter volt kb. Na, hát miről beszélünk? És egy ilyen játékos kezd a videót. Tehát azért meg volt egy jó kifutott téva a mezőkövesbe, akkor mi lehozunk a videót. Álljon már meg a menet. Hát mi nehogy már a magyar középmezőnyből igazoljunk. Hát hogy? Agyam eldobom. Hát általában van pénz, van minden. Akkor mi nem jönnek ide olyan játékosok? Előző adásban elmondtam, emlékeztek rá, hogy a MOL-Pix Szegednél ott is benne van a MOL, meg a MOL ad csomó pénzt, mit tudom én, mégis világklasszis kézilabdázókat tud igazolni a Szeged, és jó eredményeket ér el a BL-ben, jó csapat, bajnoki címért verseny, stb. Itt is ugyanez a Duma ellecsütve, az sehol semmi. És azért, hogy ha van pénz, ha nincs pénz, tök mindegy, ez nyilván akkor is a sport igazgató felelőssége, mert ő válogatja össze ezt a csapatot, ő hoz ide játékosokat. És akkor nézzük meg a cseréket, amik voltak. Tehát én nem akarom a Szalait megbántani, mert nem tisztségem, ősfehérvári, itt van 1000 éve. Tényleg. Minden tisztettem az ő. De
kajak 2-1-re égünk, és időt cserélünk be. Tehát most megint játsszuk ezt? Megint? Miért védőt kell cserélni 2-1-nél? Hát becsinálom akkor az új gyereket, akit hoztak a hollandból. A belga srácot, ezt a Burár, vagy hogy hívják ott. Hogy becsinálom a Nikolicst akkor, amikor látom kettő, hogy az a Nikolicsot becsinálom, és nem tiritolizok, meg várok, és akkor tényleg megnézitek, Nikolics a 67. percben jött be. Tehát nem is 2-1-re reagáltunk azonnal, hanem még egy 5-6 percet várunk, hogy reagáljunk arra, hogy már ég a csapat. És az utolsó 20 percben, ahogy Zoli is mondta, egy meddő mezőnyfölénye volt a videótonnak. De ez azért volt, mert nem tudták, hogy mit csinálnak. Mert lövöldözgettek össze-vissza. És igazából ott tudatosult bennem, hogy ez a meccs elment, amikor az Uri agyonrúgta a Diós Győri játékost a 70-80. Percben. Ott lehetett látni, ennek a meccsnek vége van. És én már ott éreztem azt, hogy hát mondom, lehet, hogy kapunk még egy gólt. Kapunk is még egy gólt. Tehát én úgy érzem, hogy ez a csapat ez teljesen, mint mentálisan, mint fizikálisan, mert 65 percnél elfáradunk. Egyszerűen nem vagyunk a padlón. Olyan szinten nem vagyunk a padlón, hogy számomra az a bizonyos ülőjúti boxmérkőzésen elő, a Kovács István és bizonyos 6. menet, tehát ugyan dolgunk körülbelül a pályán, mint hogy Kovács István a 6. menetben andalgott annak idején a Csákon ellen a ringben. Tehát körülbelül olyan szinten van most a Fejvári labdarúgás. Azt se tudják, hogy merre van az előre. És az a legszomorúbb ebbe, hogy tehát ennek így az Újpest elleni mérkőzésed annyira nem volt előjele, és még azt mondom, Kisvárdán sem, mert belefér egy vereség. De ha összességében nézitek az elmúlt fél évet, mint a Márton Gábor ide került ez a csapathoz, azért végül is ez egy várható tendencia volt, hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen kicsengés ennek a sztorinak, mert emlékezzetek vissza, amikor az írpostásokat, meg a máltai halászokat is épp, hogy meg tudtuk verni. És utána meg kiderültek olyan titkok bentről, hogy teljesen más játszunk mérkőzésen, tehát edzésen gyakorolunk meg ilyenek, tehát ez hogy, ez mi? És ha megnézitek, ez egy szépen fölépülő dolog volt. És az MTK mérkőzés volt először az, hogy szembőlt a valóság, és pofá lettünk vágva úgy rendesen, magyar szinten, és azóta, hát azért megnézitek, MTK kétszer, Paks, Diós György, tehát olyan csapatot kapunk ki, akit az elmúlt szezonokban simán ütöttünk. Simán ütöttünk. Nem mondja senki azt, hogy itt nincsen valami, meg nincsen tudatos leépítés, meg stb. Ez nem így van. Itt valami van, amiről nem tudunk. De nyilván tudjuk, hogy előbb mindenki fog derülni. És én engem azt se érdekel, hogy esetleg a tulajdonos úr annyira nem érdek. Mi? Mert nyilván az ő pénzről. Adj el a klubot valaki annak, akit érdek. Nyilván tudjuk, ez nem működik. Hát mindegy. Én azt gondolom, hogy a sportigazgatónak vállalnia kéne a felelősséget, a kialakult helyzetért, mert szerintem holnap után kiesünk a Fradi ellen, és akkor onnantól kezdve nincs mivel menteni a szezont, mert az, hogy harmadikok lehetünk, szerintem az minden csak nem mentése a szezonnak. És akkor ideje lenne, hogy elgondolkodjanak, hogy mi a helyzet, és hogy mi miért van. Tehát én azt hiszem, hogy azért ez egy hosszú tendenciának, hát azt nem mondom, hogy a végkicsengése, de hogy egy részfejezetnek a vége volt ez a Diósgyőri fiaskó, biztos vagyok, hogy ez egy újabb fejezet bővül-e, vagy esetleg egy új kötet nyílik-e, ez majd kiderül szerdán, meg a mostani héten, de nem látom egyáltalán optimistán úgy a világot, ahogy szoktam, sőt, rendkívül pessimistán látom a jövőt, és ha ezek a tendenciák folytatódnak, én megismerem kockáztatni, hogy két évből a késésen fog tartani a csapat. Tehát ez így nem lesz jó. Ez annyira nem lesz jó, hogy itt embereknek, csúnya szóval élve, most inkább meg van szép mondani, hogy el kéne húzni Fehérváron, mert ha visszamennek a szurkolók, nem biztos, hogy jó vége lesz. És ezt nem azért mondom, elég csak felnézni a videótonos csoportokba, vagy fórumokba, az emberek nagyon kivannak. Kovács Zoltán meg abszolút kivannak. Tehát senki nem érti, hogy miért nem vállalja a felelősséget. Tehát ez már nem, ezt a bizonyítványt már nem lehet megmagyarázni. Mert ahogy mondtam az előadásban is, egyszer-egyszer meg lehet magyarázni. De ez már a hetedik lélektelen szar nulla játék meccs volt. Ezzel már mit magyarázva meg? Ezzel már nincs mit magyarázni. Ezt a csapatot te raktad össze, öreg. Te igazoltad ide ezeket a játékosokat, akik nemhogy videóton szint, NB1 szinten nincsenek. És akkor csodálkozunk, hogy ilyen eredményeket érjük el. Mindenki vonja le belőle a konzekvenciákat. Tehát én azt gondolom, hogy
ha külföldi vonalba kell gondolkodni, magyar edző nem megoldás. Külföldi olyan edzőt kell hozni, vagy olyan magyar, aki, most ha Szabics igaz, talán még abból lehet is valami, de tényleg az, hogy másfél hét alatt nem találtunk egy edzőt se, ez szerintem ez abszolút egy vicc kategória. Tehát ez röhelyes, szánalmas. Ugye egy csapat másfél hét alatt nem tud találni egy edzőt, és a beugró edző... Arról nem beszélve, hogy valószínűleg nem másfél hétnek kellett volna rendelkezésre állni ahhoz, hogy edzőt keressen a csapat, mert ja, ezt már korábban lehetett látni, hogy itt valami váltásra van szükség. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Nem, abszolút igazad van. Szerintem ugye, aki nézte itt a mérkőzéseket, itt azért a Honvéd utáni mérkőzés után már nyíltan lehetett tudni azt, hogy itt ennek vége van, előbb-utóbb kéne egy új edző. De hát ott is még Márton Gabi ugye Sütike sem mond le, mert ő nem mond le. Hát miért mondta le? És akkor utána lenyilatkozom, hogy itt van, az már gáz, és akkor még ő két napig ő még tárgyal, mit tudom én, tök minden, nem is érdekel. De egyszerűen, tehát most én most ugyanabban a szituációban érzem magam, mint amiben te érezted magad, Szabi, elég sokáig, egy ilyen tehetetlen helyzet, mert igazából most tényleg tehetetlen a helyzet, mert még a stadionban sem bírom elmondani a véleményem, mert nem bírok menni a stadionba. A közösségi médián meg bármit írok, magasra letolja a klub, hogy én mit gondolok. De amikor elmegyek a shopba és megveszem a mezt 30 ezerért, azért nyitja a kasszát meg azért, stb. Tehát azért én értem, hogy vannak elvárások, mint nekünk is, mert nekik is, úgymond, hogy én vegyem meg a mezt, mert neki az a biznisz, ha én megveszem ezt, ha minimálisan is, mert megveszem a bérletet, de akkor minimum annyira vehetnék a fáradtságot, hogy korrekten kommunikálnak a szurkolókkal, vagy korrekten végre valaki kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja, hogy mi a franc folyik a csapatnál. És nem pedig lapítunk, mint szar a fű. Mert konkrétan ez van. Lapítunk, mint szar a fűben. És akkor utána hétről hétre látjuk ezt a lélektelen zéró játékot, amit igazából egy kezel meg tudom számolni, hogy hány játékost idegesít. A többieket miért nem idegesít? Tehát azért ezen is el kéne gondolkodni, hogy a Nikolic ki van, a Fiola ki van, a Stopira ki van, meg a Négo. És a többiekkel mi van? Őket nem érdekli? Meg az Uri. És a többiekkel mi van? Nem érdekli őket? Csak az van, hogy elsőn odállnak a kasszát, az felveszik a csekket, azt hello. Tehát ez így nem fog működni, és sürgősen változásokra van szükség. Tehát én nagyon próbálok, nagyon nyugodtan és higgadtan beszélni, bár nagyon nehéz, mert olyan csúnyán beszélnék, hogy ezt nem tűnő nyomdafesték. De megbeszéltük a srácokkal, hogy próbálok nyugodtan és higgadtan reflektálni itt a jelenleg kialakult helyzetre. És látom a kommenteket, hogy írtok ti is, arra, hogy most elkezdenék az összesre válaszolni, akkor itt ülnénk reggel ötig. De tényleg mindenkinek meg kell érteni azt, hogy ami most jelenleg itt zajlik, az már nem normális. Tehát azért egy fél éven, fél év, két hónap alatt nem változik ekkorát a világ. Tehát nem változhat ekkorát a világ, mert ilyen nincsen. És én elhiszem, hogy lehet, hogy a videó nem fog annyi pénzt kapni, nem kap annyi támogatást, elengedték a kezét, stb. De két hónap alatt egy csapat nem felejteni ilyen szinten fogalózni. Norbi, azért itt hozzá kellene tenni azt, hogy ezek a folyamatok már régen beindultak, csak most van ennyire nagyon látványos eredménytelensége, és ez nem most kezdődött, sajnos, és valószínűleg azért mondom, hogy sajnos, mert valószínűleg ez azt jelenti, hogy sokkal mélyebb ez a válság, mint ami így a felszínen látszik. Én nem szurkolok ennek egyáltalán, mert az mindenképpen tény, hogy minél több, minél jobb csapatra van szükség az NB1-ben, és itt engedjük el ezeket a sztereotípiákat, meg az, hogy most ki mekkora csapat, meg hogy, meg mint, mert ezzel egyébként ízlések és pofonok szintjén lehetne vitatkozni, és soha nem lenne vége, és nincs is értelme ilyen módon. De azért az tényleg egy ilyen nagyon meglepő dolog, hogy amikor kipukkad a lufi, akkor sincs senki, aki odaállna és azt mondaná, hogy jó, gyerekek, oké, tehát hogy igen, ez történt, ez van, ez most a helyzet, és akkor így helyezzük el magunkat a térképen, mert én azt mondom, és továbbra is, és én engem nagyon, hogy is mondjam, én mindig sérelmezem azt, amikor azt mondják, hogy a szurkoló mindig csak az eredményekért van oda, és csak azért nézi a mérkőzéseket, mert hogyha csak ezért néznénk, akkor szerintem én sem, a Domi sem, te se Norbi,
Balázs sem lenne itt adott esetben, Ádám sem, sőt, mondjuk Józsi mondjuk ezelőtt egy 5-6 évvel. Biztos nem lett volna, vagy szóval értitek, hogy mit mondok. És ha el van helyezve a térképen, és nem véletlenül mondta Józsi azt, hogy mondják már el bizonyos kluboknál, vagy bárhol egyáltalán, hogy mik a célok, mert ahhoz képest a szurkoló tud majd igazodni. Mert hogyha azt mondják, hogy figyeljetek gyerekek, ennyi meg ennyi pénz van, figyeljetek gyerekek, az a célunk, hogy nem biztos, hogy elsők leszünk, de kinevelünk, mit tudom én, minden évben 10 jó játékost. Vagy mi ragaszkodunk egy játék stílushoz, ami nem biztos, hogy meghozza az eredményt, de ezek vagyunk mi. Meg egy csomó ilyen mondás van, csak akkor ezeket legyenek szívesek közölni, és ezeket a dolgokat következetesen évekre, évtizedekre végigvinni ezeket a dolgokat, vagy ha ez nem megy, akkor felállni, és azt mondani, hogy igen, most akkor ez a fiatal nevelés, ez nekünk nem megy, mert ezek nem mi vagyunk, hanem akkor most azzal operálunk, hogy, de akkor meg legyen az a stratégia. De az, hogy semmi van, és nincs közlés, és közben van egyfajta egy ilyen hát nem tudom, hogy sikerpropaganda, de valami olyasmi, ami teljesen más irány, mint amit látunk a pályán, az viszont nem megy. Ezt most azért tudom nagyon beleélni magam, mert Újpesten egyébként pont ugyanez megy, és innen látszik az, hogy itt lehet mondjuk lehet nerezni, meg lehet ezt csinálni, meg azt csinálni, csak ez nem ettől függ. Ez attól függ, hogy a klubnál kik azok a vezetők, kik azok az emberek, akik csinálják ezt az egészet, és azok vajon mennyire mernek karakán módon kiállni a szurkolók elé, és mennyire, és a vége az, hogy mennyire elkötelezettek ténylegesen a futball iránt. Én gyorsan most akkor magamhoz ragadom, mert elfelejtem, mit akartam. Isten lássa lelked, neked akartam. Én szerintem itt a fél év folyamán, tehát itt a téli szünet környékén kiderültek olyan dolgok a klubnál, amit a játékosok is megtudtak. Nagy valószínűséggel az van, hogy amire mindannyian tippelünk, hogy visszalettek vonva egy kicsit a költségek, ezt abból is lehet tudni, hogyha fölmentek a MOL csapat weboldalára, egyre kevesebb a videótonos tartalom. Tehát szinte alig. Tehát most a futballcsapat. Úgyhogy régebben az az oldal szinte csak erről szólt, én direkt fölmentem, megnéztem, egyre kevesebb. A játékosok pedig azért vannak ki, mert tudják nagyon jól, hogy visszasüllyednek ebbe a középszerbe, akkor onnan nem lesznek válogatottak. Tehát egy Fiola még számított volna egy válogatottságra, akár még a Huri is, nem tudom, hogy most ő pontosan mennyi idős, de az biztos, fiatal, 22 éves, hiszem. Vannak olyan játékosok, akik válogatottak szeretnének lenni. Hát és... de például a Hangya is egyébként. Mondjad. Bocs. Akkor, tehát, hogy nem, közép csapatból nem lesznek válogatottak. Én már ők ahhoz voltak hozzászokva, hogy ők a videóton nemzetközi kupában fognak szerepelni, és onnan tudnak válogatottak lenni, nem kell kimenni a külföldre, és ezért vannak úgy ki. A Nikolicsal pedig azt kell, hogy mondjam, semmivel nem vagytok előrébb. Az íg egy adta világon semmivel. Ha láttam, nagyon sok hozzászólás volt, hogy a Nikolicsot nem látsz, semmi jelentősége nincsen, az íg egy adta világon. Én értem, csak viszont ő legalább, hát azért, még amit a Bruce csinál, annál Nikolics sokkal többet csinál. Tehát amit a Szilzivázze csinál, az azért. Rengeteg olyan kenyérpusztító van a videótonnál, mint nálunk is volt régen. Kenyérpusztító? Hát figyelj, három edzőt fizettek. Az minimum 20 millió per fő, per hó. Hát ne is mondd nekem, hogy szalál. És azért kellett a Márton Gábornak érzésem szerint egyezkedni, mert ő is most szembesült ezekkel a dolgokkal, és neki viszont a karrierre rámehet erre. Hogy bukott edzőként kellett távozni. Bár biztos vagyok benne, jól fizető NB2-es csapatot tuti talál magának, aztán jövőre megint idehozzák valamely csapathoz. De az biztos, hogy vele ezért kellett egyezkedni. Ő szerintem jól jött ki ebből a dologból, anyagilag biztos. De az viszont a szurkolókkal nem, baromira nem fair, amikor nem közlik a céloknak a megváltozását. Ahogy a Szabocs is elmondta, hogy még egyszer nem fogom elmondani. Nem, de igazad is van. És ugye arra emlékezünk valamennyien, hogy ugye 2018 nyarán, ugye,
az lett beharangozva, azért lesz elérve a tradíció, a videóton név, az lesz belenyúlva a címerbe, azért veszük fel a névadó szponzor nevét, mert hogy itt szintlépés lesz. De európai mértékű szintlépés lesz. Hát annyira lett szintlépés, hogy abban az évben bejutottunk a csoportkörbe, egyébként nem kis szerencsével, ezt hozzá kell tenni, mert a szerencsénk is volt, lásd, Malmö meccs. De eljutottatok. Tehát... Eljutottunk, és utána kész. Megállt a tudomány. És én teljesen megértem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy el lett véve a tradíció, el lett véve minden, ami volt. Minden, ami igazából Székesfehérvárot jelentette sokaknak a klubban, a MOL miatt el lett véve. De viszont a MOL nem tesz bele semmit. Semmit nem tesz bele, azon kívül, hogy megjelenési felület számára, reklám. De mi nem kapunk ebből semmit. Ha itt tényleg annyira lett volna pénz, akkor talán játékosokat igazoltak volna, ami a Ferencvárossal a mai napig harcban lennénk a bajnok címért. Itt ez nem történt meg. És lehet itt fogni koronavírusra, meg XY-ra, meg Z-re, tök mindegy. Nem történt meg az, amiről szó volt. Ez egyszerűbb lenne az egész. A MOL mondja azt, hogy köszön szépen, adják vissza akkor a videóton nevet, és akkor, ugye, amit a szurkolók szeretnének, tisztázzuk, hogy ez egy össztépi kívánság szerintem, hogy adják vissza a videóton nevet, és akkor megyünk harmadik, kötője, nyolcadik hely között minden évben, de legalább tudjuk azt, hogy a csapat mire predesztinál. És akkor megvan a tradíció, visszakapta a nevét, mert tényleg, ha belegondoltok, a mai napig mindenki és mindenki videótonnak hívja a Fehérvár, mindenki videótonozza, videóton az összes induló, vidileg becézik, tehát lássuk be, videóton összefordt a fehérvári fotballal. Ezt tudomásul kell venni. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Sajnos nem lettünk okosabbak az elmúlt egy hétben, viszont egy vereséggel, újabb vereséggel már 6 ponttal lemaradunk a Magyarország leggazdagabb faluja mögött a pontvadászatban. Ez van. Hát meglátjuk. Én azt mondom nektek, hogy a dobogó is melegben van szezon végén. Azon, még azon se lepődnék meg, hogyha ebből alsóház jelenlegi állapotában. Nyilván örülnék, ha a dobogóra azért odaérnénk. De hát azért már így is nagyon-nagyon keserni, és az a úgymond szájíz ezután a tavaszi kezdés után. Aztán majd meglátjuk. A Diózsőrnek gratulálni szeretnénk, mert megérdemelten vitték el a 3 pontot. Jól fotballoztak, és mindenben a játék minden elemében jobbak voltak, mint a videóton, kivétel a labdarúgók lett, a pontot. Gratulálok, sok sikert kívánok nekik. Szerdán pedig akkor meglátjuk, hogy mi újság van újra a kupában, hogy érkezik egy új edző, vagy újra Szalai úrra készülünk föl, ugye, aki most már a 3. edző regnálása óta itt van, mint ősfehérvári, de hogy egyébként, hogy ő kinek ki-e, azt én nem tudom, úgyhogy erre a kérdésre nem tud válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Normi. Domi? Csak 2 rövid reflexió. Az egyik az, hogy most erőset fogok mondani, hogy igazából, amikor kommunikációról, meg őszintességről beszélünk, hogy vajon miért várjuk el, hogy egy rendszernek a részei őszinték legyenek, amikor az egész egy nagy hazugságra épül. És itt mondjuk a magyar labdarúgás, vagy a magyar első osztály labdarúgás, amikor azt mondjuk, hogy tisztességes verseny, meg ilyenekről beszélünk. A másik meg az, hogy nálunk volt tehát az Etónál volt példa arra, ugye, tavaly tavasszal, meg idén nyáron, vagy hát úgy, tehát a szezon előtti nyáron, amikor deklaráltan megmondták, hogy változtak a célok. Nem cél az első osztály. Cél a most rövid távon a biztos másodosztályi tagság, felsőház, illetve cél az, hogy fiatalokat építünk be, és azokat fogunk játszatni, az akadémiát nyomjuk, nyilván kiemelt akadémia lett a Fejér Miklós Akadémia, van pénz, stb. Csibekeltetők leszünk. Ugye ez működik, most lehet azt mondani, hogy most eladtunk egy akadémistát top 4-es bajnokságba, tehát az úton haladunk. Tehát én azt mondom, ez egy őszinte kommunikáció volt, nem tetszik a szurkolók többségének. Egész egyszerűen azért, mert nem ezt akarta hallani. Tehát ez egy érdekes izé, most nyilván ez nem haj az arra, amit egyébként most Fehérváron van, csak jelzem, hogy önmagában az, hogy őszinték vagyunk, és mondjuk valamilyen szinten következetesen ezt csináljuk, ez meg azért nem lesz jó, hogyha mondjuk olyan lesz, ami mondjuk az eddigi tradíciókhoz képest változás. Igen. Ez egyszerűen azért, mert most az anyagi lehetőségek nem engedik meg azt, vagy a politikai háttér,
nem engedi meg azt, hogy az első osztályról álmodozzunk, hanem próbálunk valamilyen szinten a lehetőségeink szerint működni. Igen, csak itt ebbe azzal vitatkoznék, hogy az, hogy nincs kommunikáció, az senkinek nem tetszik. Még igen. Az, hogy van kommunikáció, de azok a célok, amiket megfogalmaznak, az nem tetszik, az maximum sokaknak nem tetszik, de nem egyöntetően mindenkinek. Tehát már az egy eredmény egyébként, hogy már vannak olyanok, akik egyáltalán egyet tudnak érteni, és nem abóvó elutasítók a saját maguk által szeretett klubbal szembe, ami egy olyan, hogy is mondjam, skizofrén szituáció, ami teljesen elképesztő. Abszolút, abszolút. Szabi, elköszönöm, teljesen igazad van. És egy utolsó mondat, és talán menjünk tovább, mert most már hosszan beszélünk erről a mérkőzésről, hogy amit Szabi is mondta, hogy ha van kommunikáció, és nem annyira őszinte, mindig jobb, csak ugye a Vidinél nincs kommunikáció. Most megnéztem a honlapon, mert kíváncsi voltam, 4 darab főhír van. 4 darab főhír van, ahol a legfrissebb hír az, hogy a Fradihoz látogatunk, meg hogy vereséget szenvedtünk a Diósgyőr ellen. És hogy Kiskavás térdét műteni kell, ilyenek. Tehát valahogy úgy érzem, hogy azért több minden hiányzik. Arról nem beszélve, hogy szerencsétlen játékosokban mennyire hülyét csinálnak, amikor ilyen, jaj, gödörbe vagyunk, de ki kell jönnünk belőle, meg igen. Ez a propaganda időszak szerintem ez így a rendszerváltás óta, ez már nem annyira jó szerintem, hogyha ez nem jó omen. A politikára meg annyit, hogy hát nyilván tudjuk, hogy mi van a magyar futballban, meglátjuk, ugye megint felerősödtek a pletykák, hogy a mi tulajdonosunk meg hozzátok, Szabi, hozzánk pedig most a legújabb a Hernádi-Csányi páros, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Egyre érdekesebb és egyre elvetemültebb pletykák látnak napvilágot, de hát tudjuk, minden pletykának van valami alapja, és nem zörög a haraszt, amíg nem fújja a szél, úgyhogy ennyi. Hajrá videóton, remélem lesz jobb is most már. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok, menjünk tovább. Zoli? Én is egy nagyszerű kommenttel szeretném zárni ezt a meccset, ami az oldalunkra érkezett a mérkőzés után, ami így szólt, hogy a Diósgyőr egy másik osztályban, és a Diósgyőr kinőtte az NB1-et, és egy másik osztályban képzeli el a jövőjét. Ez egy nagyon csúnya végszó volt, úgyhogy még gyorsan egy szurkolói kérdés, ami nekem is baromira böki a csőrömet. Ugyanis, ha visszaemlékeztek, pár éve Csányi Sándor MLS elnök nyíltan így kommunikál, hogy a magyar edzőnek, a magyar játékosnak ki kell menni, tapasztalatot kell szerezni, aztán aki az összeszedett tudást hazajozza és megváltja a magyar labdarúgást. És akkor jön az egyszerű kérdés tőlem, és az kedves diósgyőri szurkolótárstól is jött, hogy a Szalai Tamás, most így gyorsan összeszámoltam, 145 mérkőzésen ült segédedzőként a Carillo, a Nikolic, hát illetve a Márton Gábor alatt. Ha csak a Nikolicot nézem, és a Carillót, azért nem rossz edzőkről volt szó. Akkor neki házhoz jött a tudás. Értsétek jól. És nem kellett kimenni a külföldre. Akkor mi a túró van? Tehát akkor mi van a magyar edzőkkel? És leginkább az a szurkolótársnak a kérdése, hogy a Szalai Tamást nem verjük rajta le a port, nem rajta ment el az a meccs nagy valószínűséggel, de ha már ott vagyok, nem tudom hány éve a videótonnál, ettől talán egy picit produktívabbnak kellene lenni. Nem tudom, hogy Norbi ezzel kapcsolatban mi a rövid tömörverős vélemény. A rövid véleményem az, hogy teljes mértékben egyetértek, emlékeztek rá, amikor elemeztük a mérkőzést, én el is mondtam, én ugyanazt láttam, mint a Márton Gábornál az elmúlt 6 mérkőzésen. Teljesen ötlettelen, elképzelés nélküli, meg tényleg ez 5-3-2-vel álltunk föl, és megint egy szélső játszik csatárt, tehát érthetetlen döntések tömkelege, ami ismét bebizonyította azt, hogy játékosban sem vagyunk jók, és posztra sem vagyunk elég jók. Én meg azt látom, hogy nyilván egy meccs alatt nem fog ősz csodát tenni, de hát ő minden napot van a játékosokkal, neki azért jobban rá kell volna látni, mit kell rakni, hogy kell rakni, de hát reméljük, hogy majd a szerdán vagy a hétvégén jobb lesz. De megyünk Zalaegerszegre, hát nem tudom, meglátjuk. Zalaegerszegnek áll az ászló. Akkor engedj meg még egy kérdést így ráfűzve. Az nem lehet, hogy nektek ezért szűkebb a mozgásteretek edzőválasztás tekintetében, mert meg kell hagyni a helyet a Szalainak, a Brockhausernek, és a többi. És erre az edzők azt fogják mondani, hogy bocs, nekem van saját stábom, én nem jövök. Én szerintem pedig eljutottunk arra a szintre, hogy senkit nem érdekel, hogy kinek van úgymond bérelt helyet. Tehát én elhiszem, hogy a Szalai is évek óta itt van, meg a Brockhauser is, de
szerintem az elmúlt időszak eredményei mutatják azt, hogy senki nem végzett jó munkát, és mindenkinek távoznia kell a szakmai stábból, a jelenleg aktív szakmai stábból, akinek ebben része volt. És meg kell adni a lehetőséget akkor a Szabics Imrének, vagy a Juhásznak, tök mindegy. Meg kell adni. Mondjuk azt így nem nagyon értem, hogy miért a Broki van ott, amikor mondjuk egy disztl inkább van, ellene, disztl, mondjuk nem tudom, nem ismerem a semmelyiküknek a aprólékosan a munkáját, meg az, hogy és mint, de hát így olyan logikus lenne. Tehát... Én úgy gondolom, hogy a Brockhauser is nyugodtan mehet, Szalai is szerintem, itt volt elég sok időt, nem tudott újat mutatni, amiért meg kéne tartani. Én pedig úgy vagyok vele, ha ide jön egy külföldi edző, és ő hoz magával a stábot, akkor hoz magával a stábot. Nehogy már bárkinek is bérelt helye legyen. Jelenleg nem vagyunk mi olyan jó helyzetben, hogy itt most itt bérelt helyek vannak, és sokszor azért, ha valaki jön, elfogadja, tudunk szerezni egy jó edzőt, saját stábja van, akkor ezt el kell fogadni, kész. Nem vagyunk jelenleg alkupozícióban, vagy lehet alkudozni, csak akkor utána azt a helyezés is tükrözni fogja a bajnokságban. Tehát jelenleg szerintem azért ennyire nagy luxusban azért ne legyünk. És ezért is mondom, hogy a Kovács Zoltánnak távoznia kell. Ő nevezzen ki edzőt, meg edzőpáros, vagy akárkit, mert ő már nem jó ide. Kell egy új szakmaigazgató, egy koncepcióval, amire azt mondja, hogy ezt 5 év alatt megvalósítom, akkor 5 évig ott van, és meglátjuk, hogy 5 év alatt mit értünk el vele. Ez kéne, hogy legyen egy terv, valami, ami a legtöbb országban van, hogy valakit odaraknak, mondjuk 3 évre, megfogalmazzák a célokat, hogy 3 év alatt ezt kell elérni. Pont. Vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül, visztább. Ha sikerül, hosszabbítunk. Ilyen egyszerű. Kovács Zoltán itt van 6 éve. Egy bajnoki cím, egy kupa, egy csoportkör. Kevés. Kevés. És 4-3 ezüst. Kevés. Itt lehet, hogy a tulajdonos pontosan azért nem küldi el, mert ezt várta el tőle. Tehát, hogyha érdekes módon a Honvédnál el tudták küldeni a szakmai igazgatót is, egy nagy valószínűsége azért maradhatott a Kovács Zoltán, mert a tulajdonossal, tehát nincsenek elég kitűzve ilyen célok, vagy az a célja, hogy neki kell levezényelni ezt a lefelé induló dolgot, vagy addig, amíg esetleg lesz egy tulajdonosváltás. Egyébként nagyon hajaz az egész. Nekem ugyanezek a tünetek voltak a Lokinál. Egy az egyben azt látom, motiváltlanság, úgysem fogunk így, és egyszer csak hip-hop kipottyantak. Benne van, és a legrosszabb egyébként az egészben, hogy ha mehetünk mérkőzésre, én biztos vagyok benne, hogy a Kovács Zoltán kapni fog, az minden lesz, csak nem szép. Tehát én igazából ennek elébe mennék, tehát ha ő lemondana, jelenleg olyan szinten népharag van ellene, bármilyen területen, minden második komment arról szól, hogy Kovács Zoltánnak távoznia kell. Nem biztos, hogy ő felé kellene ezt a népharagot kimutatni, hanem aki engedi, hogy ő így dolgozzon. Hát ő fölvette valószínűleg ezt a dolgot, hogy fölvállalta. Mindegy. Egy ilyen gyakorlatos kérdésem lehet, hogy a fehérvári klubot működtető társaságnak egyébként van olyanja is, hogy ügyvezető? Nem tudom. Tehát ennyi. A cégnek van ügyvezetője? Mert ugye sokszor van az, hogy nálatok, hogy a deklaráltan ott van a sportigazgató. Mert ugye a tulajdonos felé ő az első. Tehát normál körülmények között neki kéne. Tehát ő, hogyha azt mondjuk, hogy a biznisz úgy egyébként rendben van, akkor az az ügyvezető feladata az. De hogy a sportszakmai rész, tehát hogy ez vagy itt nálatok, az így teljesen összecsusszant, vagy hogy van? Egyébként nem emlékszem ilyenre, hogy ez így szóba került volna, hogy a Fehérvárnál ki az ügyvezető. Hanem mindig a sportigazgató. A háttérben dolgoznak. Igen. Ők nem szoktak kirakadni. Balog Attila az ügyvezető. Kicsoda? Megnéztem a honlapon. Balog Attila. Tehát akkor a Hernádi alatt ő van közvetlenül. Már micsoda, kicsoda? Hogy hívják? Balog Attila. Balog Attila. Nem hallottam róla. Magyarországon világhírű Balog Attila. Egyébként így igen, nagyon jogos a kérdés, Domi. Igen, én vagyok. Igen, mert nem van egy kollégám, aki szintén domonkos, és ő domának szólítatja magát, és mindig ilyen bajban vagyok a neveitekkel. És szóval azt akartam mondani, hogy igen. Tehát azért van ott egy ügyvezető, mert hogy egyébként végül is a klubnál, a klub működésében, a klub
által megszabott pénzügyi keretek, azok végül is ott dőlnek el, hogy legalábbis a sportigazgató, amennyiben ez szabályszerűen működik, a sportigazgató az ügyvezetőtől fogja megtudni, hogy figyelj gyerekem, ennyi lóvé van, ebből kell gazdálkodni, hozd ki a legjobbat. Vagy hát hozd ki a legrosszabbat. Hát mondjuk lehet ilyen instrukciót is adni, csak az mondjuk nem egy etikus magatartás. És ez egy erős kérdés, hogy akkor ez a úriemberű ő létezik, van, és tényleg funkcionál, vagy nem. Tehát, vagy van, csak nem funkcionál. Hát van, biztos, csak nem. Ez már egy olyan szintű, olyan magaslati dolog, amit én innen nem látok. És ebben nem is szeretnék állást foglalni, mert én nem nyilván, hát ezek csak kérdések, és valójában egy költői kérdések. Csak a vezető felel a Garancsi úrnak és a Hernádi úrnak, vagy a Garancsi úrnak, valamiért itt még nem történt lépés, de hát én szerintem azért előbb-utóbb, ugye lassú víz part most, tehát hogyha ez így megy tovább, azért előbb-utóbb ennek személyi következménye is kell, hogy legyen. Tehát azért, akkor... ha a Vidi kiesne az élvonalból, ott azért elég komoly összegek ugranának ki például egy-két ember zsebéből, ami nem biztos, hogy tehát nem ilyen a profitábel is lenni a klub. Nem lenne bevétel, tehát erre gondol, tehát olyan szintű negatív lenne, a játékosok is kevesebb pénzt kapnának, kevesebb pénz jutna minden másra, hosszú távon a tulajdonos is kevesebbet tudna esetleg investálni, vagy kivenni, stb. Tehát ezek olyan gazdasági vonzatai is van egy kiesésnek, hogyha esetleg... Nem, annyi, hogy a tévés bevétel lenne kevesebb, de a TAO ugyanaz lenne, kevesebb lenne a licenszdíj, kevesebb lenne a játékosok bére, tehát anyagilag még jobban is járna egyébként. Állítólag azért az NB3 meg az NB1 az jobb biznisz, az NB2 általában az ilyen csapda. De az szituáció, azért... én nem tudom pontosan, ezt csak hallottam több szakembertől is. De az csak a TV közvetítések miatt, az NB2-ben vannak olyan játékosok, ugyanolyan milliós fizetésekért mennek el, viszont kevesebb a tévés jogdíj. Az NB3-ban meg ugye relatíve fiatalabbak vannak, sokkal kevesebb pénzért, viszont a TAO-t ugyanúgy arra is föl lehet markolni, és sokkal kevesebb még ott is a licenszdíj. Az NB2-ben meg van fiatal szabály. Igen, úgyhogy igazad lehet. Igen. NB3-ban viszont nincs. Csak hogy engedjétek meg, hogy végső konklúzióként így lezárjam, mi 6 éve lettünk kizárva az NB1-ből, és akkor a klub kijelentett, hogy 3 év alatt 3 osztályt kell ugrani, aztán érdekes módon így csak felhoztatok a kommunikációt, szépen lassan eljutottunk arra a szintre, hogy hát jó az az NB2, nem kell ott kapkodni. Voltunk mi is, ahogy Tomiék, nevelde, majd neveljük a fiatalokat, játszanak a helyi fiatalok, megnézitek a mostani kezdőnket, nem sok helyi fiatal van benne. Amikor meg úgy volt, hogy ki volt jelent, hogy fel kell jutnunk, megnyertük először az NB3-ot, érdekes módon az edzők meg jöttek, mentek, és azok az edzők se hülyék, tehát ők is tudják, meg ismerik a tulajdonosokat, tudják, hogy mik az igazi szándék, mi az igazi szándék a tulajdonosok részéről, ha nem, akkor ott vannak a szakmai igazgatók. És akkor kim vered le? A tulajdon nem vered le, hanem van általában egy meghosszabbított jogkeze, aki ügyvezető, vagy pénzügyi vezető, őket szoktuk mi szurkolók részben betámadni, mert ők kezelik a kasszakulcsot, úgyhogy ilyen szempontból ez egy baromi érdekes helyzet, de mi is 6 év alatt nagyon belenyugodtunk ebbe az NB2-be, és nem az, hogy erről már kommunikálnak, már az, hogy nincs kommunikáció. Tehát igazatok van, inkább kommunikáljanak a semmiről, mint sem, hogy ne legyen, de vannak olyan helyek, most mondhatnám Győröt, vagy minket, hogy már egyszerűen nem is kommunikálnak, és les a szarják. És a szurkol előbb-utóbb belenyugszik, sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Ahogy nem megy ki többet a meccsre. Így van. Na, amúgy gyerekek. Valami jó, hogy az ország úgy növekedik, hogy népesség el lesz. Hogy valami vidámabb irányba tereljük ezt a beszélgetésről tényleg. Elég volt, már gyászoltunk eleget, menjünk tovább. Gyászoltunk eleget, jönnek a vidámabb tényleg. 3 mérkőzés volt még az NB1-ben. Egy péntek esti focival, még a gyors eredmények, gyorsan kitérünk a Magyar Kupára, tippelünk és mehet mindenki a dolgára. 3 mérkőzés volt, egy MTK mezőköves Zsórival kezdődött a forduló, a 22. forduló, nagy nehezen eltalálom, ez egy 0-0 volt. Pintér Attila 9 mérkőzés óta veretlen a mezőkövesdel, tehát ez egy nagyon szép eredmény mindenképpen a volt szövetségi kapitány részéről. Ez azt gondolom, hogy mindenképp megsüvegelendő. Vasárnap szintén volt 2 mérkőzés, amiben nem voltunk érintettek, mind a 2-n 3 gól esett.
Az egyik volt egy Budafok Puskás Akadémia, vagyis Budafok Felcsút 0-3. A Felcsút 6 zsinórbaratott győzelemnél tart per pillanat. Ez is szintén egy nagyon érdekes teljesítmény. Sajnos az általunk nagyon szimpatikusnak tartott Budafok ezúttal a rosszabbik oldalát, vagy a csúnyábbik arcát mutatta. Sajnos nem sok momentumuk volt a mérkőzésen a statisztikák, illetve összefoglalók alapján. Illetve a forduló záró mérkőzés az mindenképpen egy különös idézőjeles pikantériái volt, egy Paks Kisvárda sima 3-0. Én csak annyiban hívnám fel a figyelmeteket, hogy 4 játékos is a Paks részéről 300-as instat fölötti adatokat hozott, ami szerintem magyar szinten nem egy rossz dolog, viszont ami érdekesebb volt, az Bognár György nyilatkozata volt, aki csak így szimplán, hát ez nem volt egy olyan jó mérkőzés cím, szóval nem tudom, hogy 6-0-ra vagy 100-0-ra kellett volna agyonverni a Kisvárdát, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy lassan a Bognár György egy ilyen kellemes csalódást lesz az NB1-ben, de hallgassuk meg Józsit ezzel kapcsolatban. Én csak annyit mondok, hogy a Kisvárda igyekezik nem a dobogóra odaérni, ez látszik. Rugott egy nagyon szép gólt a Kisbogesz, az azt mondom, hogy az oda volt téve. Az le a kalappal. Bognár Gyuri ide, oda, amoda. Egyébként tehát semmi... viszont a Felcsútra akartam valamit mondani. Itt látszik az, hogy bár nekem baromira nem szimpatikus az egész léte ennek a NB1-es léte ennek a egyesületnek, de mint sport, vagy mint csapat, azt kell, hogy mondjam, az az edző élvezi a tulajdonosok bizalmát. Már többször is bebizonyították, hogy inkább ő mellé állnak a játékos uralom helyett, és ez most meg is mutatkozik. Van 2 undorító holland játékosa, akiket én nem is tudom, nagyon nem szeretek, de nagyon hasznosan játszanak, sajnos nagyon tudják csalni a focit, de az biztos, hogy egy összeszedett csapat ez a Felcsút, és nagyon sajnálom, de tényleg az lesz, hogy ők lesznek a riválisaink a következő bajnoki szezonban, szerintem az elsőségért vívott harcban. Én ezt egy az egybe azt látom. Szabi? Hát és figyeljetek, Nezevics csúcstartóként Felcsúton elérte a 100-as mérkőzés számot, úgyhogy ezúton is gratulálok. Ez már ilyen klubrekord, nem ilyen örökös ranglistán már biztos, hogy ilyen top 3-ban van. Ha nem az első. Ne, hát ő érte el először a 100-at. Ja, hát akkor úgy, nincs hát, vele beszélni. Igen, hát mint akadémiai nevelés, és de mindentől függetlenül egyébként ez így tök dicséretes és jó dolog. Egyrészt, másrészt meg azt kell mondani, ezen a mérkőzésen igenis mindenkinek lehet véleménye bármi. A Felcsút tök jó játszott, és tényleg megérdemelte, nyert, pont. Köszönjük, én még csak zárszóként annyit mondanék. Sokat bántottuk nagyon sokáig a Paksot, annyit viszont érdemes elmondani, a statisztikák szokták mondani, nem hazudnak. 45 rugott gólja van a Paks csapatának, ugyanannyi, mint a Ferencvárosnak, és ezáltal a bajnokság 2 legtöbb gólt szerző csapatáról van szó. Ez mindenképpen egy jóval támadó csapatra uta. És gyerekek, Hán János torony magasan vezeti a góllövő listát. Ezzel én most szembesültem, hogy igen, mi a szitu, 13, utána meg 8 gólosak vannak, tehát hogy úristen. És a Radóta vagy 13-mal lett gól király, vagy valahogy igen, valami ilyesmi. Igen. Tehát mondjuk a Hánnak nincs ennyi büntető benne, mint a Radónak, tehát azt ezt tegyük hozzá, bár azt hiszem, hogy a Hánnak is volt benne büntető. Hánnak is vannak büntetői, igen. Így van. Na, akkor gyorsan nézzük meg, mert holnap, illetve holnap után Magyar Kupa mérkőzések fog következni. Te jószagú úristen, nem is akár milyen mérkőzéssel kezdődik a legjobb 16-nak a párosítása, mégpedig egy Borsod megyei derbivel, Zoli, Mezőköves Zsóri, Diós Győr lesz holnap. Keleti rangadó. Megyei rangadó, biztos, hogy a tévében is megnézhetjük, nem véletlenül lett ez az időpont. De hogy szépen sorba haladva, de érdekes módon volna csak ez az egy mérkőzés lesz. Ezt követi majd 24-én, vagyis szerdán délután 1 órától egy Paks Budafok első osztályú kupa mérkőzés. A retteget tája az MTK-t fogja majd fogadni, illetve ezt követi szintén egy első osztályú párosítás a ZTE Budapest Honvéd, szintén 14 órától 24-én. Ezt követi délután 4 órától Szabolcs által érintett Felcsút Újpest,
Balázséknak megint kijutott a tutia, hogy már említette a sorsalásban is, ugyanis szintén délután 4 órától szerdán DVSC, BVSC, Siófok. Szintén egy MB2-es csapat, egy MB1-essel fog találkozni, Szombathelyi Haladás, Kisvárda, Masterkút délután 5 órától, és a forduló záró mérkőzése, vagy a kupa legnagyobb rangadója, Ferencváros, Molfehérvár. Hát kíváncsian várjuk, hogy melyik csapat engedi el a kupát ilyen szempontból. Hát nem tudom, így urak, így első blikre gyorsan egy-egy gondolat van-e a magyar kupa kapcsán? Van, remélem, mi elengedjük a kupát, és megpróbálunk legalább az NB1-be vitézkedni. Egyébként, ha meg nem tesszük ezt, és mondjuk valami csoda folytán tovább jutnánk, akkor csúnyán megszívjuk, mert akkor nyilvánvaló az NB2. Így is, de akkor mindenképpen. Rendben. Én annyit mondanék, hogy Pintérnek a veretlensége maximum egy meccsig tart még. Erős szavak. És a csapatának? Erős szavak. Rendben. Akkor 23. Én még nagyon röviden Siófok, igen, nézem a sorsolást, mi a hétvégén a Vasassal játszunk, a Siófok pedig a Szeged ellen kiesési rangadó, tehát mind a két csapatnak szerintem fontosabb a bajnoki, de nekünk azért bővebb keretünk van, úgyhogy szerintem a Siófok fogja elengedni a kupát ebben a párharcban. Ennyi. Én csak egy nagyon rövid gondolat, hogy mert Facebookon jött velem szembe az, hogy így sírtam tavaly egy sort a kupa kapcsán, amikor a Mezőkövesd felcsút párosítás volt, nem tudom melyik szakaszban, és képes volt csomó médium leírni azt, hogy a sláger mérkőzés. Azért mindenképpen előrelépés, hogy most azért egy Fradi Vidi, meg egy Mezőkövesd Diós Győr mellé odaadhatjuk a sláger mérkőzés jelzőt. Nem is beszélve a most már rendszeres tája MTK meccsekről a kupában. Egyébként igen, a tája az valami varázslatos. Tehát, hogy... Igen. Bencsi, várjuk. Na, akkor zárszóként tippeljük meg a 23. fordulót, aztán pedig alvás. Nézzük. Ismét péntek esti foci. Ú, Zoli, hát nektek aztán romlásig van. Zsórival meccsetek most jut eszembe. Péntek esti foci 8 órától DVTK Mezőköves Zsóri. Hát akkor szépen sorba aladva a házigazdát kérdezem, Zoli, mit tippelsz? Agyonverítek a kis őket? Ott kikapnak. Azért mondtam, hogy max egy meccsig, azt mondtam, hogy max egy meccsig tart a veretlensége, az a következő, a holnapi meccs, de a bajnokságba kikapnak. Számszerűsítve? 2-1. 2-1. Józsi? 1-1. Szabi? 1-1. Balázs? 2-1. Norbi? 2-1-re nyer a Diós Győr. Domi? Én most a korábbi szokásom azt eltérően most előre leírtam magamnak az összeset, nem azt figyelgettem, hogy ki mit mond, és még véletlenül sem mondjak olyat, amit más, de most sikerült azért. Tehát az összes meccs márkem itt van papíron, tehát Diós Győr Mezőkövesd 4-2. Szapanos hány öngól lesz benne? Pedig vártuk már egy szapanos öngót legalább. Hát... Grozav. Én pedig a magam részéről nem vagyok ennyire derülátó, úgyhogy én csak egy 2-2-t tippelek. Na, de nézzük, hogy szombatra mi a menü délutánra. Kezdünk egy Budafok Kisvárdával. Zoli, mi a tippen? 1-1. Józsi? 2-2. Szabi? 1-0. Balázs? 2-1. Norbi? 2-1. Domi? 2-1. Ide van írva, nem változtathatok. Én pedig azt mondom, hogy 1-0-ra nyer a Budafok. Ezt követően délután 5 órától felcsút. Honvéd, Zoli? 2-0. Józsi? 3-0. Szabi? 3-1. Balázs? 2-1 itt is. Norbi? 1-2. Domi, mit mond a fecni? 2-2-t mond. Aztán. Én pedig azt mondom, hogy 2-1-re nyer a felcsút. Este pedig az örök rangadóval folytatódik a 23. forduló. Zoli, mit tippelsz? MTK Fradi. Kettő, kettő. Józsi? 1-2. Szabi? 2-2.
Balázs? 1-1. Norbi? MTK Fradi? Hát én azt mondom 1-2. Domi? Balázs látja papíromat. 1-1. Én pedig azt mondom, hogy 0-2. Kicsit tartalékos ez az MTK még mindig. Vasárnap ebéd után pedig folytatódik a 23. forduló. Ez pedig egy Paks Újpesttel. Zoli, mi a tippen? 3-1. Józsi? 3-1. Szabi? 3-0. Fő az optimizmus. Balázs? Én is 3-0-át mondok. Norbi? 4-0. Domi? Hát ezt én bízom legjobban az Újpestben, hogy azt mondtam, hogy 3-2. Hoppá! Én pedig szintén optimista vagyok, 2-1 a Paksnak. És a forduló záró mérkőzése pedig ZTFC Videóton, vagy MOL Fehérvár FC. Zoli, mi a tippen? 0-1. Ó, úriember vagy. Józsi? 1-1. Szabi? 1-1. Balázs? Hezitálok, hogy 1-0 vagy 1-1, de legyen 1-1. Norbi, Zete ellen idegenben? Teljesen kilátástalan, 3-1-re kikapunk. Domi? 2-2. Én pedig azt mondom, hogyha nem valószínű, hogy addig lesz edző, úgyhogy 1-0 az Zetének. Jó, hát én akkor a magam részéről elkezdem a búcsúzkodást. Nagyon szépen köszönjük a ma esti figyelmet, ha tetszett ez a tartalom, akkor iratkozz fel, lájkolj, sőt a legjobb, ha beállítjátok az értesítést, és akkor minden tartalomról fogtok kapni egy kis jelzést a YouTube kapcsán. Gyertek a Discordra, vitatkozzunk, dumáljunk a magyar fociról, vagy akár a külföldi fociról. Gyertek, figyeljetek a social media oldalainkat, YouTube, Insta, Facebook, illetve Józsiék részéről, illetve részben közös szervezés, az Itthonról Hazát is kövessétek. Én köszönöm a ma esti figyelmeteket, még mindig hajrá Nyíregyháza, és én pedig Ádám voltam. Sziasztok! Hajrá Ferencváros, és mindent elmondott az Ádám. Sziasztok! Hajrá Lilák, és nem a klub. Ádám mindent elmondott, egy dolgot felejtette el, hogy hajrá Diósgyőr. Köszi szépen, sziasztok! Hajrá Videóton! Köszi a figyelmet, jó éjszakát, hajrá Loki! Sziasztok! Gyorsan, persze. Sziasztok, hajrá, Eto, hajrá. Le volt írva neki ez itt. Le volt írva, igen, várjál. Jó, nem rontottam el, jó.